Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Télen is nyáron a hajnal hasad, a melóban vagy, csak pirítod a hasad. Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Klassz FM-en. Fúha, itt most kicsit keresek mindent. Hány óra van, gyerekek? 6 óra múlt 11 perce. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Feri, hello Jani. Sziasztok, hello. Jó reggelt. Boldog új évet mindenkinek. Boldog új évet, ezen a héten van. Hát megbeszéltük tegnap, hogy a Balázs miatt. Jaj, hát akkor boldog új évet. De rendesek vagyunk. Csak a főnöknek. Csak így egy kicsit, igen. Jó reggelt mindenkinek. Én most minden eltűnt előlem, gyerekek, úgyhogy nem tudok megnézni semmit. Ismét egy nagyon okos átépítésnek vagyunk. Főleg mi kértük, úgyhogy egy szavunk nem lehet, mert igen, Laci tegnap megálmodta itt a nagy jót. Így van. De a Laci Balázs megkérte, hogy lepje meg. Igen, de az a helyzet, a Laci soha nem szokott ott ülni. Tudod? Aha. Tehát ugye azért nem értem, hogy miért a Laci álmodta meg. De jó lesz? Hogy nem, érzed? Nem. Biztos, hogy nem jó így. Jártutat járatlan értel, ne hagyj. Igen, ez biztos, hogy nem jó. Tehát ez bármit csinált a Gyula, ezt ma szegénykinek ezt vissza kell csinálni, mert ez így nem jó. Hogy érül? Biztonság, állandóság, jövőkép, értett táblatok. Ő tudja, hogy legalább holnap is lesz munkája. Na, minap adunk a Gyulának egy kis feladatot, hogy másnapra tudjon mit csinálni. Vigyázzunk rá. Ne unatkozzon. Az igen. A drága jó ember. Na, mit szóltak a kis mínusz 12-höz, vagy nem tudom, nálatok mennyi volt. Én azt gondolom, hogy ma reggel még a fostos bugybokának a széklete is, hogy is mondjam, csak egy kicsit keményebb, koponosabb állapotban hagyja el a kloákát. Hát én, amikor ránéztem a telefonomra, és néztem, hogy a mínusz 3, te király, ja, de nincs bekapcsolva a mobil, internet, bekapcsolva, mínusz 12. Igen, mínusz, lefagytam, szó szerint. Mínusz 7-et, mínusz 8-at mértem én is az utcán. A garázsban 23-at, ennek nagyon örültem. Tehát úgy ez meg jó, tudtam, de az nem mínusz, mínusz 23. plusz 23, úgyhogy... Az jó. Én mindig annyira szeretem a garázsomat, komolyan. Tehát ember annyira garázsnak nem örül, mint amikor kijön, elérek az első piros lámpához, ott a környéken Buda és Török Bálint, és látom, hogy a mínusz 2 felé közelítünk, aztán nem állunk meg. 3, 4, 5, 6, és 7-nél álltam meg valahol, mire ráértem ott a bevezetőre, úgyhogy csípős. Ez csípős, ez Budapesten kívül csendesebb, szélmentesebb területeken. Hát felénkint ott arra. Igen, ez mínusz 10, mínusz 12, 15 gyerekek. Nekem úgyhogy... ugye nem meteorológiai állomásom van, hanem autóm, tehát az enyém nem méri a hőfokot, de hallgattam a reggeli Kossuth rádiós beszámolót, Eger mínusz 17. Na most mi volt ez a kicsit... Mínusz 17. Kicsit sértett, nem meteorológiai állomás, igen, hanem az autó. Ez meg. Milyen szép ideológia, hogy az olaszok kisporolták belőled a hőmérséklet méret. Attól amikor... nem vagy meteorológiai állomás, hogy beraknak egy 600 forintos hőmérőt. Egyszer kisporolták az olaszok, nem, hát ezt föl kell tudni vállalni. Amikor az csinálták, akkor még nem volt. Tehát, hogy ez egy kicsit régebbi, akkor még ez nem volt divat. Igen, ez egy, akkor még higannyal, vagy nem tudom, igen, mivel ilyen ólomot öntöttek az egyik csészéből a másik, és megnézték, hogy mennyi idő a dermed meg az ólom. Azt abba... gondolkodtam, hogy kívülre ragasztok egy rendes hőmérőt. Azt simán megtehetném. És akkor abból mindig látod, hogy mennyi, na mindegy, a lényeg az, hogy ez a izés, ez ahogy hívják, ez a gumitappancsos. Ablakra föl lehet. Tökéletes, szerint az még menő is. És akkor ott meg tudom. Annál biztosabb nincs. Jó, de én egyébként még dobhatnék egy lapot a Feriére is, mert nekem meg nem autóm van, nekem meg lábfejem van. Na, annál, jó, annál precízebben nem jelzi senki azt, hogy basszus, iszonyatosan hideg van. Ja, jó, hogy mondtad ezt a jövök befelé a Budaörsi úton, mert most még láttál az M1-M7 közös szakasz, hát nem tudom, hogy hallottad el a híreket. Hogy? Hát az van, hogy a polgármester úr, a Budaörsi polgármester azt mondta, hogy akkor ő lekapcsolja a világítást. Ja, sötétbe tudom. Jönni. Igen, most láthatok ugye a polgármesterek, hát, talán szerintem egyébként nyilván joggal, mert hogy sokaknak nem tetszik ez az útdíj, mert hogy nem, egész egyszerűen nem észszerű, nyilván amellett, hogy plusz teher a lakosságnak. És tényleg a Budaörs polgármesterétől olvastam, pont én is, igen, amit te mondasz, hogy azt mondta, hogy hát akkor a közös bevezetőt akkor ő ezek után, mint önkormányzat nem finanszírozza. Fel is lehajtók sötétben, tehát így keresgélsz majd egy picit. Meg de ez mikortól döntött így, hogy megnyomja az óvgombot? Nem tudom, hogy már le akarja kapcsolni, vagy egyelőre ez csak kilátásba helyezte, de aranyos ezek is adok kapok. Aha. Igen, majd 7 óra után, vagy 8 óra után kérünk SMS-eket a hallgatóktól, hogy írjanak már egyébként. Végezzünk már egy ilyen kis kutatást, hogy mi a tapasztalat. Csak úgy szimplán egyébként budapesti lakosként, vagy egy innen eredő kíváncsiságból, hogy megteltek-e valóban azok a mellékutak, aminek meg kell telnie, tehermentesebbek lettek-e sajnos mondjuk azok az elkerülő szakaszok, amik mondjuk az a feladata, hogy sok teher legyen rajta. Mi van most a városban? Én nem nagyon érzem még, mert hogy január van.
nem látom a hátrányait ennek. De nyilván van egy csomó, ha van. Hát városban nem is, ugye kint fogod ezt érezni, tehát valaki menne az M3-ason, jó, mondjuk oda, ez hülye példa, mert eddig oda kellett venni a matricát, de mondjuk jött be az M1-M7 közös szakaszán, az most nem ott jön be, hanem a régi egyesen. Hát, na de már az is a város ja, tulajdonképpen. Igen, hát ott is érezheted, hogy a Budaörsi úton már mi van befelé, ja. Ugye az már ugye a Pest megye, vagy a 2A helyett, hogy hol jönnek. És vagy... akkor ott most nem lesz közvilágítás? Hát az M1-M7 közös szakaszán valószínűleg. És hadd kérdezem már meg, hogy most tényleg csak így laikusként, meg hozzá nem érte emberként, hogy ez kinek lesz hátrány, nem az autósoknak? De, abszolút. Aha, és az autósoknak mi közük van ahhoz, hogy... Nem, hát ez nem csak semmi. Nem, ez nem erről szól, ez egy finanszírozási kérdés. Tehát ugye most az önkormányzatnak kellene ezt finanszírozni, és azt mondta, hogy ha Budaörs így meg van szivatva, ezáltal, hogy az összes forgalom rá van terelve, akkor viszont nem száll be, mert ő egy csomó mindenbe beszállt. Beszállt az M1-M7 fejlesztésébe, a közös szakasz kiépítésébe, de ráadásul most még meg is büntetik igen, őket. Így. Tehát, hogy a közvilágításnak a hiánya azokat fogja érinteni, akik használják ezt az utat, akiknek egyébként semmi közük nincs a magához a rendelethez. Hát valószínűleg azt mondta, nem tudom pontosan a nyilatkozatot, hogy mit mondott a Polgi, de valószínűleg azt mondta, hogy január 31-ig vagyok hajlandó finanszírozni, azt, ha utána kell maguknak világítás, akkor fizessék föntről. Érted? Tehát, hogy ő nem akarja elvenni ezt, csak hát valaminek hát, is kell a kezébe. De kincsattan azon, aki használja. Hát, na, ebben igazad van. Igen. Hát, gyalogosan nem mész, a M1-M7-en az autódon megvan világítás. Na, ja, így. Okay. Visszavágtam. Egy emberrel beszéltem, tegnap egy mesteremberrel, egy ilyen légkondicionáló mesterrel, aki örült ennek a dolognak, mert biztos vannak többen is, mert neki több ilyen autója járkál, Győr, Moson-Sopron megyei, és azt mondta, hogy van 10 autója, és ebből 2 vagy 3 csak a megyébe megy, és az neki tök jó, hogy megveszi ezt az 5000 forintot. Én szerintem ketté kell választani a dolgot egyébként, nem a megye matricával van a baj. Mert az egy jó dolog. Tehát van a megye matrica, meg ugye tulajdonképpen van az az elkerülő szakaszról, amit tulajdonképpen díj kötelessé tettek. Uh-huh. Tehát maga a megye matrica, az szerintem önmagában egy jó dolog. Az nem egy rossz rendszer. Ja, mert azok, akik ugye tényleg mondjuk két megyén mennek a Balatonra, azok sokkal olcsóbban megúszták, mintha meg kellene venni. Itt olyan szakaszok bevonása a nagyobb gond szerintem, amik eddig elkerülő szakaszok voltak, és azokat fizetés, gyerekem, tudok már reggel beszélni. De jó, azért. De fizetőssé tették. Úgyhogy a kettő együtt ennek csak a fele rossz, szerintem. Ha, jó, a megye matrica az egy kifejezetten jó dolog, mert ha te tényleg nem mész, mi a fenének? Hát megveszel egyet, és onnantól kezdve olcsóbb vagy. Aztán persze nyilván, ha többet kell megvenni, akkor az embernek annál rosszabb. Igen. Jó, de ezt de lehet, hogy még mindig olcsóbban jön ki. Tehát igen, az embereknek a nem is megvette. Hozzáállásával van gond. Tehát, hogy nem azt mondják, hogy félig tele van az a pohár, hanem azt mondják, hogy félig üres. De most ilyen karikírozod a dolgot. De ebben igaza van a Balázsnak, szétfagyott a vizet, semmi baj. Na, mindegy, beszéljük a témáról. Csak mondtam, mert olyan aranyosan néztél arra az üvegre. Ez az. Majd mindjárt mondjuk. Tehát, hogy aki valóban, aki mondjuk a Balaton mellett lakik, van egy nyaralója, és oda állandóan elmegy nyáron, annak tök jó az 5000. Igen. De ha te Balaton mellől eddig el akartál menni Miskolcra, akkor ugyanúgy megvetted a 10 napos matricát. Azt most ugyanúgy meg kell venned. Ja. De csak egyszer kell megvenned azt, amikor Miskolcra mész, érted? És a Balaton miatt nem kell megvenned a megyét. Én ezt értem. Szerintem a megye az nem rossz. Az egy kifejezetten az UDI használattal arányos rendszer. Az nem egy rossz rendszer. Az azt hiszem elég sokan jól járna. Tényleg. Itt arról van szó, hogy M0-ás, ugye átjössz a Megyeri hídon, az ingyenes, de az első lehajtónál húzzál le róla, és a városba gyere be, mondjuk a Váci úton. Tehát az szerintem kicseszés. Ahelyett, hogy ha mondjuk valaki Kerepesre megy, akkor végig menne az M0-áson, és ott bemenne a városba. Ehelyett most bejön a Váci úton, és keresztül vergődik a körúton. Tehát ebből a szempontból. Bár én még nem tapasztaltam semmit, mert a városban tegnap ember nem volt. Nem volt, gyerekek, én sokat járok most tegnap előtt, senki nincs a városban. Tehát effektíve nem látsz for olyan, mintha tényleg nem tudom, nyár lenne, vagy olyan, mint a két ünnep között, mint egy december 28-ai napon lennél, amikor is tényleg senki nincs a városban. Legalábbis bizonyos szakaszokon nyilván van, ahol dugó van, tehát nem mondjuk, hogy sehol nincsenek, de hogy ilyen kihaltság van. Tehát nem dolgoznak az emberek januárban. Hát, hogy elnéztük a naptárt, és most két ünnep között vagyunk valójában. Gondolkoznak, hogy ezek a hülyék meg bemennek. Igen, többször ránéztem a telefonomra, hogy biztos, hogy ma január 7-e van, mert hogy már a reggeli forgalmon is érezni. Na, gyerekek, olyan kávé szag van a kocsimban, hogy megőrülök.
teli torokkal kiborítottam egy komplet. Azt hittem, hogy a Feri kocsijában még hőmérő sincsen, tiédben még ráadásul kávéfőzés is beszereltek. Nem, beülsz a kocsiba, és olyan, mint a pékségeknél meg a kávézóban, frissen főtt kávé illat van, ugyanis egy 4 deci kávét sikerült kijöntenem az anyós ülésre. Egy laza mozdulat, ami megkért, hogy tegyem be a kávéját a kocsiba, a pohártartóba, de nyilván lusta voltam, és csak letettem így a váltó mellé a középkonzolra, és hogy pakoltam át a gyerekülést, az így ráborult az ülésre. Jó, de mivel jó minőségű bőr, nem szívta be, hanem ott áll. Az mint egy kis tavacska. És ő tud szürcsölni. És már bármikor. Már ilyen kávéhalak. Kávé. Igen. Kávéhalak vannak benne. Bőrből a kávé nem jön ki. Nem jön ki? De ettől félek én is, hogy jó, hogy már 3 napja benne van, vagy 4 napja benne van. Akkor meg biztos, hogy nem jön ki, mert ha mondjuk azonnal letörölted volna, ugye a bőr az egy kicsit tartja egy darabig, akkor esetlegesen, nem is, hogy 3 nap alatt szépen átszivárgott, és már benne van az ülés fűtésben, és a kávé. Igen? Azért legalább még van lesz meg forró van a kávé megoldás. Nem lesz ezzel gond, hogy lehet telefonálni megint. És akkor azt kell mondani, hogy jó napot kell neki, igen, sebes, igen, megint én vagyok. Azt szeretném megkérdezni, hogy van-e kapucsino színű fajbőrük, jó? Nem, csak 3 ülés kellene, mert az egyik már olyan. Igen, még négyet szeretném betenni. Mivel lehet a kávét kiszedni? Domestossa? Nem hiszem. Ugye, tehát az a rámegyek az ülésre, azért az nem biztos. Én azért megpróbálnám. De úgy, hogy előtte sóval beszórod, mert a só az ugye az megköti a nedvességet, tehát az kihozza belőle. Só, ecet? Só, ecet és domestos. És domestos. Vagy legyen mindig egy utas melletted. És akkor nem zavar. Aki azon ül. Nem látszik. Na, de akkor is érzem az illatot, és az illat hívja fel a figyelmemet arra, hogy kisgazdám, takaríts ki, tudod? Tehát ez a beülsz reggel a kocsiba, és a kocsi jelez, hogy kisgazdám, csinálj velem valamit. És mindig ránézek a kis ülésre, a lelkiismeret furdalással úgy csinálok, mintha nem érezném a jelzést, tudod? Lehúzom az ablakot, kicsit kiszellőztetek, pedig érzem, hogy ott masszív kávészag van. Nem kell kávét innod reggel. Bekapcsolod az ülésfűtést magad mellett, a jobbot. Nem, és én halálok. És akkor elkezd párologni. Mire beérsz érted? Hello, srác! Ennyi, hát micsoda megoldások ezek. Szerintem meg is fejtette ezt a dolgot. Nem azt kell csinálni, hogy tompítani kell, nem azt kell, hogy ki kell takarítani az autót, rá kell erősíteni. Bekapcsolod az ülésfűtést. És attól lesz egy ilyen nagyon friss kávé illat, mintha akkor pörkölnék, mintha akkor főznék. Mindegy kicsit felforralod azt, ami a bőrben van. És mindig van friss kávé illat. Zseniális. Ez egy jó megoldás lehet. Szerintem jó. Kicsit fűtök, és ezáltal nem kell kávézom. Kávét inhalálok minden reggel. De nem most már egy az 5. napon jutottam el oda, hogy furda a lelkiismeret, hogy ki kéne takarítani a kocsimat. Nem, egyszerűen utálok autót takarítani, gyerekek. Annyira utálok, hogy az valami elképesztő. Vannak ilyen, úgy néznek ki, hogy egy ilyen kicsit nagyobb ház, tehát mondjuk ilyen 2-3 garázsnyi, és akkor ott egy 3-tól 10 000 forintig szolgáltatástól függően megcsinálják helyet. Ja, én erre gondoltam. Ja, nem arra, hogy értem, hogy utálok beállni valahova, és ott várni egy 3-4 órát, ami megcsinálja, mondott, hogy benzinkúton porszívózok kis kőműves dekoltással, tehát azért nem teljesen erre gondoltam, hogy fogok egy nedves anyót, egy vizes... De ha szeretnéd, vagy eddig így csináltad, akkor le. Gőzborotával először leveretem, bedobok egy 50-est, kicsit kiporszívózom, és egy ilyen szarvasbőr rongyal áttörölgetem a műszerfalt, tehát azért ezt nem. És mindezt a -6 fokba, tehát ezt nem vagyok hajlandó csinálni, erre nem sajnálom azt a 4000 forintot. Arra vagyok lusta, hogy elmenjek, és várjak valahol egy autótakarítást. Kérj egy csereautót. Takarítás alatt. Van ilyen mobil takarítás? Van. Mobil takarítás? Van. Van olyan, van. Hogy házhoz mennek. Azt mi most kárpitot fogunk így ugyanígy tisztítatni. Na, hát neki is az kell. Csak milyen az kárpitot? Egy kanapét. Mert viszonylag régóta használjuk a kanapét, és ez még nem lenne önmagában baj, de a kutyánk is a fejét szokta rajta támasztani, leginkább vacsorázás után. De ez ennek az a fóliázva? Van. Nem, ott kikopott a fólia már. Ott nagyon kikopott. És most sajnos ki kell túlságosan nagy méret, és akkor ki kell hívni kárpét tisztítót, és így már ilyen 10 magasságában azért, az is eredetileg ilyen, hogy hívják, volt ilyen beige színű volt, most már nem tudjuk milyen színű, mert nem találtunk ilyet a palettán, és ki kell takarítani, szóval akkor visszatérve a kérdésedre, van ilyen, kimennek hozzád és kitakarítja. Azt tudom, hogy külső mosás van, sőt olyan mosás is van, ami nem vízzel történik, ami ugye egy kicsit ilyen ellentmondásos dolog, azt kijönnek, azt csinálják, de hogy belső van-e? Nem vízzel, mivel? Olajjal? Nem. Sütői gázolajjal mossák. Hogy nem, mi? Egy pörzsölővel leégetik a kocsid a lakoszt. Ha nem vízzel, mivel? Hát ilyen víz, annyira víz, hogy más belső, tehát belsőt nem vállalnak. Azt nem tudom, én a külsőről tudok, hogy ezt lehet ide tudod rendelni ki a rádióhoz. Ki kell fordítani az autót. És akkor már is az a külső. Aha, ennyi.
Na mindegy, gyerekek, vannak dolgok, amiket meg kell csinálni, ezt megcsináljuk. Tehát nem lesz ezzel rászánom. Meg az év elejét ezt így kell kezdeni, pozitív, jó dolgokkal, olyanokkal, amik örömet szereznek. Például tegnap én is panaszkodtam arra, hogy hol van már Michael Jackson, meg hogy mennyire unom az Avancsit. Na, tessék, ma reggel mi volt? Avancsi nem, Michael Jackson igen. Na, gyerekek. Látod? De látod, hogy ami drága zenei szerkesztőnk is hallgat minket egyébként. Na, tök jó. Egy jó kis Michael Jackson. Jó van. Na nézzük az SMS-eket, mit írnak a hallgatóink. Hát néznénk. Ugye, Zsül? Az se. Aha. Az se. Előolvassunk neked. Hát nem, hogy hozod át? Neked ez hogy működik? Nekem miért nem? Azt mondja, sóval bedörzsölött, hipóval megmaradod, ecetes olóval kivágod. Ez egy nagyon hasznos tanács, köszönjük szépen. Bali, Szala azt írja, szívesen kitakarítom. Szala! De hát, hogy ő ezzel foglalkozik. Szóda Bikarbóna, tegnap gyerekek klubrádiót hallgattam, képzeljétek el. És sokat hallgatom. Van nagyon jó beszélgetések, vannak igen? rajta. Én nagyon szerettem, tényleg van egy-két jó. És a szóda bikarbónáról volt egy 3-4 órás műsor. A szóda bikarbóna ez egy csodaszer. A szóda bikarbóna, figyelj, álmulva hallgattam, úgy hallgattam, hogy nem szálltam ki a kocsiból, mentem valahogy, jöttem valahonnan. Nyilván azért ültem kocsiból, hogy milyen meglepő, vagyunk ezzel. Bejussz a garázsba egy kicsit melegedni, nyugi van. És műsor volt a szóda bikarbónáról. És a végén mondták, hogy köszönjük szépen Tóth Kábornak, hogy befáradt hozzánk is. Tudtátok, hogy ez egy olyan csodaszer, amivel a fogmosástól kezdve a folt kivevésén keresztül a vízköltenítés, az ezüsttisztításig, a gyomorbántalmak, a hajhullás, a körömápolás. De ha beleáztatod a citromokat, akkor még lehozza a különböző növényvédőszereket is a héjára. Tudtam, hogy van egy olyan 5-6 felhasználási terület a szóda bikarbonának. Bent ült egy nő, és 3-4 órán keresztül arról beszélt egy nagyon érdeklődő műsorvezetőnek, hogy mire jó a szóda bikarbóna. Tényleg érdeklődött egyébként. Figyelj, nem volt az életnek olyan területe, ahol ne lett volna jó, és a nő már ilyen szúrópróbaszerűen, most nőnek mondom, bocsánat, nem tudom, ki volt a műsorvezető, bekérdezett ilyen dolgokat, hogy arra is jó. És tudod, kicsit úgy kérdezte, hogy igen. Na most megfogtalak, arra biztos nem. Igen. És de. És ült a másik nő, aki mondta, hogy arra is, de nem csak arra, hanem és még mondott 4000 dolgot. Így ültem, fogtam a kormányon, úristen. Elképesztő egyébként. Na, kokszot biztos nem lehet vele higítani. Tehát mindenre jó a szóda bikarbóna. És azt milyen mondták, jó ez a műsor. Vajbőrülés, kitakarítás, hát azt nem, azt nem, az pont nem. Mert véget ért a műsor, de lehet, hogy majd a második részben. Kiszóltak a klubrádióból. És kedves Balázs, neked, mert tudjuk, hogy hallgatsz, takarítsd ki az ülésedet szódabikarbónával. Hát és a legfontosabb, ne felejtsük el, hogy befögtet. Hát ezt nem mondták. De ez egy kultúrák műsor volt, úgyhogy itt ilyeneket nem mondanak. De az, hogy túllevésnél, ha sokat ettél, akkor kiskanál szódabikarbóna. Hát lehet, hogy a műsor 3 órás volt, és addig sorolták, és én az utolsó 3-4 órát hallottam, és ott az elhangzott. Az utolsó 3-4 órában már ez nem volt. Nagyon fontos, a legegyszerűbb módja. Egyébként én a gyerekkoromban elég sokszor túllettem magamat, mert nem volt csoda, hogy édesapám mindig mondta, hogy na még ezt a rántott szöletet, na még ezt a kis májat, na még kicsi krumpli, kis szalonna, na jó van, akkor. Csoda, hogy vegás lett. Ezt a végén így eldőltem. És akkor mindig jött apám, kis víz, kis pohárba, bele egy jó nagy kanász szódabikarbóna, belekeverte, megitatta velem, undorító íze volt. Nem tudod, hogy borzalmas volt, de utána 2 perc múlva már jött fel. Mármint így van, helyet csinált, akkor így mondom. És gyönyörűen megoldott ezeket a problémákat is. Na, és akkor emellett még persze természetesen mindent tisztított. Az alpakát is megadott. Nagyon, tényleg szenzációs egyébként. Jó műsor volt, hallgassátok ti is a szóda bikarbonát. A második, harmadik, negyedik, ötödik rész, és utána pedig a Best of-ot, és vegyétek meg DVD-n, CD-t, és majd később Blu-ray-n. Igen. Demi, minusz 15 fok. Küldte nekünk, köszönjük szépen. Demi, kint aludt megint. Darvas, Beretyói falu, minusz 14. A kutyagumi kemény állagú, ez Ramos küldte nekünk. Aztán valaki talált egy fekete pénztárcát, és azzal nem tudunk nagyon mit csinálni, de a 10-es Vörösvártól Pestig megnőtt a forgalom érezhetően, ez ugye válasz arra, hogy éreznél már valamit itt a matrica, UDI, megye matrica rendszer áldásos hatásának köszönhetően, 10-es Vörösvártól Pestig megnőtt a forgalom, hát ott szerintem egyébként is nagy volt a forgalom, ez a Vörösvár-Pest, 10-es út, Solymár, hát ott ugye az egy kanosszajárás tényleg, aki arra jár. Hogy állunk játékkal? Hát egy-egy, nem olyan rossz. Ki játszott tegnap? Te. Én játszottam tegnap? Igen. Te. És mit csináltam? Nyertél, bármilyen hihetetlen. Ha egy-egy, akkor nyertél. Mert Feri ugye hétfőn nem tudott, nem bírt azzal a nagyon-nagyon jó játékossal. Tegnap pedig a játékosunk bedurantott kb. 30 másodpercnél egy igent. Na tudom, most meg egy hölgy játékos. Igen, de te például gyönyörűen nem mondtad ki se az igent, se a nemet ezzel, ugye? Lépkedek előre. Idén elhatároztuk, hogy kilovagolunk, gyerekek. Muszáj lesz. Jó van.
Azt mondja, hogy nézem? Igen, már meg is találtam. Azt mondja, hogy prémium golyós ülésben találtam a kocsitba. Az jó lesz. Figyelj, fagulyós. Akkor a nagy klasszik. Veszek egy teniszlabdát még a vonóhorogra, és veszek egy ilyen műborostyán szekeret a váltóra. Ennyi. De jó az. Keresem magadnak néhány ezért olasz vadászt, tőlük meg veszel rókafarkat. Rókafarkat a tükörre, és egy bólogatok ugye hátulra, igen. Na jó van, drága hallgató, kezdjük el a reggelt, jó lehet jelentkezni egészen nyugodtan a játékra. Ha valakinek van kedve, akkor írjon nekünk SMS-t, mindent látunk, mindent hallunk, jelentkezzen. Jó? Írja le, hogy miért szeretne velünk játszani, kivel szeretne játszani, mit tenne velünk, ha egy perce lehetne rá, jó? Mi meg meghallgatjuk Ákos híreit. És hogy melyikünk élné túl. Igen, ki élné túl, ki nem élné túl, fél hét van pontosan, jövünk Ákos hírei után. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. A Klassz FM-en. 10 perc múlva pontosan 7 óra. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, és folytatjuk a reggelt. Biztosító berendezés meghibásodás miatt kb. 15-20 percet késik a vonat Szeged-Budapest között. Ez nem túlságosan jó hírem. 3-114-es kilométertől baleset és hatóságmentes. Jól járható, nagyon hideg van, Eger mínusz 16 fok. 24 órás futár Pisti küldte ezt nekünk. Köszönjük szépen. És késés hegyek a MÁV-nál, így van. Igen, ezt is SMS-ben kaptuk. Köszönjük. Vác, Széruskertnél kivilágított rendőrautóból mérnek, ez pedig Janika küldte nekünk. Szilvásvárad mínusz 16, kicsit lehűlt. Nyúzó írta ezt nekünk. Hát, kicsit lehűlt. Azért az erős, gyerekek. Az erős. Mínusz 16-ocska, nem? Finom. Van 17 Mohácsról. Igen. Úgy egyen ráütöttek a 16-ra. Az nagyon kemény. Az kemény, de valahol ez a január dolga. Tehát, hogy mindig jobb, mint a plusz 5 fok lenne, vagy plusz 10. Tehát ez az ingatozások, hogy előtte meg mit tudom én, előtte mínusz 3 volt, most akkor mínusz 17, holnap meg majd megint nézél lesz, mínusz 8 lesz. Na jól van, játszunk egyet. Itt van a 7, harmadik játékosam. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggelt! Pálinkás, jó reggelt! Ó, micsoda! Lendület! Hello, Zsuzsi! Sziasztok, jó reggelt! Zsuzsi, honnan hívsz minket? Most a Magyaróvár, illetve most konkrétan a Füsti busztól. Buszazol? Moson-Magyaróváron dolgoztam, és most megyek hazafele a Püski buszon. Püski. A Püski buszon. Hányan ültök még rajtad kívül azon a buszon körülbelül? Sokkal vagytok? Körülbelül olyan 2-4-6-10-12. Hát akkor szellős, van, nem? Hely. Akkor van hely. Az éjszakások. Igen. Hát attól függ, hogy mekkora az a busz, ugye? Igen, igen, ha egy 9 fős, akkor nagyon szorultok. Tehát, igen. Sok jó ember kisejjen is megfér. Mit dolgozol, Zsuzsi? Hát Ováron egy ilyen műanyag feldolgozó gyárban. És ott éjszakai műszak is van? Hát persze, hogy van. Hát mint minden gyárban, legtöbb gyárban. Ontják a műanyagot. Ontani kell a műanyagot. Hát na, fogkeféket, WC-keféket, körömkeféket, stb. Az jó, én mondjuk néha összekeverem ezt a hármat, nem is ebből bonyodalom otthon, de hogy egyébként, igen. Hát viszont fontos. Nagyon széles a mosolya. Igen. Zsuzsi, kivel szeretné játszani? Hát Janika drágával. Na, Janival. Na, Jani, te drága. Ha valaki műanyag feldolgozóban dolgozik, akkor nyilván vannak újra hasznosított műanyagból készült termékek, és kivel játszhat mással csak velem. Köszönöm. Így van. Jó. Na, menjünk akkor? Lehetünk. Ám bár van egy olyan esély, hogy tuti, hogy nyerni fog. Na, de ne legyél ennyire kisfutű. Igen, hát... éjszakás műkszi után. Nem szabad így nekiállni. Figyelj, ha már most föladod, az semmi értelme. Hát úgy kell neki menni, hogy nyersz, aztán maximum én nem sikerül, de ha már mentegetőzöl, az nem jó. Tapasztalatod, az biztos, egész biztos, igen. Igen. Na. Jó, a többen átnéztek rád, észrevették, hogy te most egy adásban vagy? Igen. Mert gondolom más is hallgat bennünket fülesen, és akkor az most átintegetett neked, hogy hajrá. Hát itt a sofőr az már integet meg itt hátul, valószínűleg integetnek nekem. Nyomjon egy kövér dudát a sofőr. Ezt te utálom. Ezt én úgy szeretem. Miért nem? Soha nem dudál senki. Na, ott volt! Figyú. Nekünk megcsináltad, te sofőr. Na jó, mehetünk? Persze, igen. Jó, akkor 3, 2, 1, és tessék. Na. Szervuszi János, jó reggelt.
Zsuzsi, akarsz kérdezni? Kérdezz nyugodtan, ha akarsz. Szerintem sok értelme nincsen. Ó, veszítettem. Na ez, igen. Szóval, hogy miért? Miért? Ja, nem, sok értelme nem, nincsen. Jó, akkor megyünk tovább. Sok értelme nincsen. A játékszabályok? Nem mondtad ki. Kezdjük el előről. Hát azt mondtad, hogy nincsen, nincsen, ugye? Nincsen, hát miért? Ja, mondjuk rá. Annyira kisítű vagy, hogy ki sem mondod, és már minket is belehergelt. Ja, sok értelme nincsen, és megáz, Zsuzsi. Hát nem, ez nem sem. Állunk meg. Na, folytassuk. Jó, kezdjük, kezdjük el. Kezdjük el előről, szerintem az lesz a legjobb, jó? Jó. Vegyél, Zsuzsi, egy nagy levegőt, jó? Próbálj megnyugodni, mehetünk? Igen. Akkor 3-2-1, és tessék. Azt hitted, hogy elbuktan? Kisabát, én? A játékon. Te. De hogy? Na, régóta szeretél volna játszani velünk, Zsuzsi? Eléggé. Konkrétan már vele? Már sokszor megpróbáltam. Ja, küldtél SMS bőven? Hogyne. Na, igen, beszéljünk az ünnepekről, jó? Beszéljünk az ünnepekről? Na, hogy telt el? Röviden. Uh-huh. Ezen a héten kezdtél el melózni először? Természetesen. A hétfő volt az első munkanapod? A sicsúty elment. De hétfő volt? Persze. Hát, ha éjszakás szerintem... voltál, akkor vasárnap kellett kezdened, ugye? Jól mondom? Mi hétfőn kezdünk, este 10-től. Ja, hát akkor akkor a kedd volt az első munkanapod gyakorlatilag, nem? De. Jézus, gyerekek. Dudál a busz. Ezt a játékot, te jó Isten, mi volt itt? Hát erre nem, mondjuk én nem nagyon dudálnék. Igen, most mi volt végül? Jari kimondta a nemet. Igen, már kínódba egy kicsit, már szerintem kínódba mondtad, mert Zsuzsi nem volt túlságosan aktív. Na, igen. Igen. Jó. Ja, igen. Már beszélhetsz. De Jani mondta ki, nem? Kimondtam, persze. Arany kicsőfővel. Hát így jártunk. Na most, Zsuzsi, nagyon aranyos vagy, csak az a játék, amit te az elmúlt 50 másodpercben csináltál, az nem volt acélos. Tehát, hát, hogy, hogy legalább ne rugdossuk a Janit azért, mert véget vetett nem a szenvedéseinknek. Jó? Isten ments, hogy bántsam. Na, mondjatok ti valamit, mert mindig imádom, hogy mindenki mennybe megy, én meg mindig, hogy döntés hozok, és az engem utálnak. Menjen, kapja meg, de a jövétől könyörtelenek vagyunk. Mi? Ha, nem, olyan... De ne legyetek már ilyen. Ne kapja meg! De ne azt mond, amit gondolsz valójában, ne azt mond, amit mondani kell, hanem... Most mondtam el, hogy 50 másodperc szenvedés volt, amire Jani végre kimondta azt a nyomorék nemet, érted? Szerintem is egy szenvedés volt. Én ezt nem adnám meg, csak nem akarok mindig én a pokorra kerülni, mert Zsuzsi nagyon helyes, nagyon szimpatikus, nagyon aranyos, de olyan passzív volt, mint az állat. De tényleg, tehát hogy igen, passzív nem volt. Én, hogy így, tehát nem volt egy összefüggő, egybefüggő, határozott, fontos mondat. Zsuzsi, védőbeszéd. Na, igazatok van. Tisztelt bíróság, na, mondjad. Mondtam, hogy valószínűleg nyerni fogtok, mert hát azért éjszakás műszak után ilyet játszani. Nem, figyelj, egyébként nem elmondom, mi volt a baj. Nem játszottál rosszul, ha kicsit jobban bízol magadban, és mondasz még három olyan mondatot, ami rövid, de nincs benne a nem, akkor ez az a játékkal egyébként semmi baj nincs. A kis hitűséged egyszerűen megálltolt abban, hogy mondjál két szónál többet szerintem, pedig egyébként nem mondtad ki, tehát ügyesen kerülgetted, elmondhattad volna, hogy volt délután műszak, kedden reggel kezdtél, vagy hétfő este. Tehát nem volt ez önmagában rossz, csak így viszont nagyon passzív volt szerintem. Hát, tehát, hogy... elismerem, igen. Igen. Jó, játszunk, vagy játszatok majd valamikor egy visszavágót, jó? Jó van, rendben van. Igen. Meg ugye ezt az éjszakás műszakot, ezt mondhatod, hogy éjszakás műszak, de hát azért te jelentkeztél a játékra, szóval azt sem szabad elfelejteni. Igen. Hát éjszakás műszak, persze, de hogy hát te írtál SMS-t, hogy játszanál, tehát nem mi hívtunk, nem hogy zaklattunk. Zsuzsi, kialvatlanul három éjszakás műszak után akarsz-e velünk egyet játszani, mert egy játékos keresünk, tehát hogy te mondtad, hogy játszanál, vagy te írtad neki. Igen. Jó? Ez igaz. Plusz a játékon kívül nagyon tök jó, folyamatosan tudsz beszélni. Ez igen. Azon az egy percen. Na jó, játékon kívül könnyű. Akkor, amikor kimondhatod a szavakat. Akkor azért egy kicsit könnyű. Jó van, legközelebb játszunk még egyet. Vagy játszol, Jani, van még egyet. Jó, a püskén járok, beugrok. Jó van. Ilyető. Na, rendítsek. Na de örültünk és boldog évet kívánunk. De várjatok, hogy gyerekek, nem jó. Miért nem jó? Miért? Hát ez nem jó így. Miért nem jó? Na jó, már megint mindenki alszik, csak én vettem észre. De miért? Hát mert az egy perc... Igen. ...nek az eldöntése, hogy passzív volt vagy nem, az csak akkor áll fent, ha letelt az egy perc, és senki nem mondta ki. Jani kimondta, tehát a hallgatója de hiába volt pont. Passzív, ha Jani kimondta. És mi lenne, hogyha bombozzá engedje? Mikor nem szoktuk, hogy nem szoktuk megadni? Most segítsetek. Tehát ha letelik az egy perc, senki nem mondja ki, akkor elvesszük, ha passzív, vagy ha passzív, de a Jani kimondja, akkor mit csinálunk?
Akkor döntetlen. Ugye, hogy most akkor nincs pont. De érted, mit mondok? Tehát ő passzív volt, de te egy percből kimondtad. Ha, mert ugye a passzívot úgy nem szoktuk megadni, hogy letelik az egy perc, senki nem mondja ki, de azt mondjuk, hogy figyelj, nem kapod meg, aha, mert passzív voltál. De itt nem ez a helyzet. Jó. Hanem itt az a helyzet, hogy ugye... Hogy Jani kimondta, a Jani kimondta egy percen belül, tehát nem tudjuk eldönteni, hogy passzív voltál, vagy nem, mert az csak játék után szoktuk, amikor ugye senki nem mond ki semmit, aha, és döntünk a játékról. Jó nagy őrület van. Miután érted? Miután bennünket lecseszel, hogy döntésképtelenizék vagyunk. Nem, én csak azt mondom, hogy mondjátok el, hogy mit gondoltok. Majd elveszünk a pontot a hallgatótól, ezután egy gyönyörű hátrafordulás, hogy megfordulsz, bennünket hasonlítasz. Gyerekek, a hallgatói a pont, olyan, ki mondta. Nem, eszembe jutott, hogy elvileg passzivitás, akkor tudunk megítélni, ha nincs. Igen, tehát vagy ha nincs, nem. Aha. Tehát ha döntetlen van. Ja, de most, hogy ha most hozunk egy döntést, akkor nagyon gyorsan adjunk be egy zenét, nehogy jöjjön egy harmadik teória, Balázs. Passzív voltál, de ezt így ebben a formában, akkor viszont oda kell adni. Zsuzsi, van ajándék. Van egy ajándékcsomagod. Én passzivitás mondok, de mivel a szabály az, hogy... Várj, Anna jön. Anna, mond. Anna is jön. Tessék, nagyon egy harmadik teóri. Hogy szokott lenni? Mond. Itt, nem, ilyen nem volt még, de tényleg nem volt. Viszont azért nem jár ajándékcsomag, hogy valaki passzív. De a Jani kimondta egy percen belül. Oké, de ő meg passzív volt. Na, de akkor szoktunk, de akkor szoktunk dönteni arról, hogy a játékos passzíve, ha letelik az egy perc, senki nem mondja ki, és azt mondjuk, hogy figyelj, nem adjuk meg, mert ugyan megnyerted, de passzív voltál. Úgy nem vehetjük el, hogy a Jani egy percen belül kibonta az igent, vagy a nemet, hiszen akkor értelemszerűen nem tudjuk eldönteni, hogy passzív volt-e, hiszen még ő kimondta a nemet. Micsoda csavarok, micsoda fordulatok, kérem szépen, és még csak szerda a szabálykönyvet, vegyük elő a szabálykönyvet. Kinél van a szabálykönyvünk? Ez beírom a kis kártyába. Hogy az utolsó 10 másodpercben Zsuzsi úgy hasított volna, érted, hogy öröm hallgatni. Ezt mondtam volna, ez lett volna a következő mondatom, hogy de hát eltelt elég jelentős rész a játékból és passzívból, de oké, jó, adjuk neki oda. Én csak igen, gyerekek, ezt így ebben a formában a saját szabálykönyvünk szerint meg kell adnunk. Neked köszönhetjük, meg kell adnunk. Zsuzsi, van egy ajándékcsomagod. Mit szólsz? Vani, mit csinálsz ilyet? Mária még nem biztos, hogy valaki berohanhat. Ákos valami. Ákos van valami. Ákos, Juli, bárki. Én nem merek semmit mondani, de te nekem nagyon szimpatikus. De a kellett volna jönni, és azt mondja, hogy vegyük el Zsuzsitól az ajándékcsomagot, hogy mindig az ellenkezőjére csavarni éppen, ami történik. Passzív Juli volt, de adjuk meg neki. Nagyon jó. Zsuzsi, küldjük neked, jó? Bár nem érdemled meg. De, de János kimondta, így tehát jár az ajándék csomag, ez egy fura helyzet. Köszi. Jó, közben meg a busz már megfordult, és Püskiből már Moson-Magyaróvár felé tart. Igen. Nem, még nem. Mindjárt hazaérek. Jó van, megadjuk, jó? Vigyázz magadra. Na, sziasztok. Hello, Zsuzsi, ciao, hello. Nem volt még ilyen helyzet soha, hát, hogy ugyan passzív volt, de közben... Nem jutott eszedbe. De hogy közben kimondtuk? Hülye helyzet. Jó van, megadtuk. Na, 7 óra múlt pontosan 2 perccel jönnek a legfrissebb hírek Ákostól, mi pedig jövünk a hírek után. Hölgyeim és uraim! Folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofonnál az éter nagyágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ladies and gentlemen, ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 7 óra múlt, pontosan 13 perccel. Jó reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak. Hello, bello, jó reggelt. Sziasztok, itt vagyunk. Jó reggelt. Hello. Jó reggelt, kicsit hűvös van, illetve hát ez így finom, talán, vagy talán nem eléggé, hát mutatja a valódi állapotot. Nagyon hideg van, úgyhogy ha valaki erre nem készült föl, nem tudott róla, öltözzön föl. Ma van a leghidegebb nap a héten, aztán már jön az enyhülés állítólag, de ma -10, -15-ök, -8-ak, -6-ocskák repkednek mindenhol. Valaki azt írja, hogy Kazincbarcika -29, az talán egy picit erősnek tűnik. Lehet, hogy hihető, de... 19. -29, bocsánat, az picit erős talán. De tényleg tessék jól fölöltözni, mert baromi hideg van, igazi januári idő így a lagymatag karácsony után, és aztán hétvégén jön majd az enyhülés. Hát kint az utcán, mert náluk ugye a szerkesztőségben, azért valljuk be őszintén, hát ott azért trópusok vannak, ami fűtünk Freddy Krüger, ilyen lappal fűt, nem tudjuk, hogy mit tüzel el a kazánban, de az biztos, hogy mindig lobog benne a tűz, és bármikor, amikor reggel bejövünk, akkor ilyen full trópusok. Kicsit túlméretezték azt a két radiátort, vagy hármat, ami igen, van, ezek a régi nagy öntött vas radiátorok. Ilyen 50 tagos radiátorok vannak benn nálunk, mindegy öntött vas durvulatok. Úristen. Nem, belága meleg. Olyan rossz a meleget kiszellőztetni, az olyan, mint kaját kidobni, nem?
Ja, hogy a veszteség. Igen, hogy így nagyon meleged van, kinyitod az ajtót, vagy az ablakot, és kiengeded teljesen fölöslegesen a meleget, és ezáltal ugye termelsz egy csomó hőt, ami belemegy a semmibe. Ez olyan, amikor az embernek kénytelen ugye kaját kidobni. Nem jó érzés. De ki kell nyitnom az ablakot, de a fűtés nem tud nálunk lejjebb venni, mert ugye ez egy ilyen központilag szabályzott dolog. Hát meg azt már 15 éve vagy 20 éve ellopták. Mármint a szabályzókat róla. Ja, azokat a régi nagy, hát igen, hajócsavarokat, vagy nem tudom, mik voltak ezen a radiátoron. Tehát ilyen kormánykerekek. Ami ráadásul nem is szabályzott semmit, max elzárni tudtad. Ennyi. Annak idején, de nem volt az, hogy kicsit lejjebb veszem, vagy vidd haza valahogy. Már mit? A meleget. Ja, meleget. Zsákba értem, mint Benedek. Énekedre olyan jó ötleteid vannak, én rájöttem, hogy egyszer döbbenetesen sziporkázol, hogy vigyem haza a meleget. Valahogy. De miért helyez zacskóban? Mondjál nekem három alternatívát, hogy hogy lehet hazavinni. Mondom, Janinak ott vannak a teljes dobozok az asztal alatt. Már az Instagramon is, igen, csináltam róla egy fotót tegnap. Föltetette, áruló. De szemét. Nem is mondhatom. Hát de tényleg, mondjuk én ott voltam, hogy föltette, de akkor is, de szemét. Az Instagram az egy alternatív oldal. A Morning Show, Class FM Morning Show Instagram oldala az egy alternatív oldal, és mindig olyan dolgok kerülnek föl, amiről éppen beszélünk adásban, kivéve egy-két ilyen enyhébb magánjellegű dolognál, de nincs nagyon fönt privát kép. És ugye tegnap beszéltünk arról, hogy Jani kissé kényszeresen elmosolja a kurtos dobozokat és a teljes dobozokat, és tegnap megtaláltam ezt az asztal alatt. 785 like! Hát srácok, csak így félértőség elkülönösi véget, én ezt egyáltalán nem tartom kellemetlennek vagy cikinek, ezt úgy gondolom, hogy ez egy tudatos környezetvédő embernek a tevékenysége. Abszolút, ez vagyok én, nagyon szépen köszönöm, és rengeteg embernek tetszik. Jó. A kicsit a savanyú tejszagot mi nem annyira szeretjük, hogy igen, nem marad, de... Mennyi vizet pazarol ez ezzel? Hát pontosan ugyanannyit, mint amennyit egyébként azoknak az edényeknek, meg porraknak az elmosásával, amiket egyébként szoktam használni. És a másik meg az, hogy ezt így kell csinálni. Mi nem is azért mondtam, hogy magyarázkodni kell, hanem hogy egyszerűen csak feltettük, ott van, úgyhogy ez egy alternatív. Az Instagram oldal az nem követi a Facebook oldalt, ott alternatív dolgok vannak fönt, ugye azokat, az Instagramot én szerkeztem, és teljesen más dolgok kerülnek föl. A vizet egyébként elsősorban kitörölni szoktam őket, nem jó, kimosni. Most ne reagáljunk egyenként, nem kell tényleg. De most ne olvasom már a 600 komment, és egyenként elmondjuk, hogy most így vagy úgy. Hát ezt írták, írják, azért hogy kommenteljenek. Azzal, hogy elolvasom a kommentjüket. Hagyj kommenteljenek, persze. Általában ez amúgy is ilyen mosakodás szokott lenni, mert valaki nem csinálja, és megmagyarázza, hogy miért nem csinálja. Szóval jó, mindegy, nem menjünk bele azért. Fogod a teljes dobozokat. Igen. Van és abba hazaviszem a meleget. És kinyitod, átveszél hőmérsen, lezárod, berakod a kocsit csomagtartójába, hazaviszed, és ott kiengeded. És akkor melegebb lesz? Sokkal. Igen? Hát szerinted a kocsiban nem hűl le 1000 másodperc alatt a teljes dobot. Feri, veled is csak többen vagyunk, komolyan mondom. Ez így van. Elszívod a meleget előre. Egy csomó ilyen jó ötletem van még. Írd le ezeket, és adják ki egy könyvet ezekből. A nagy sikere lesz. Nagyon fog fogyni, igen. Úristen. Na gyerekek, Gangsta Zoli ma ünnepi a születésnapját. És arra gondoltunk, hogy felhívjuk, hiszen mindenkinél idősebb, mindannyiunknál idősebb, lassan az 50 felé közelít, és ma betölti a 49. életévét. Szeretjük, kedveljük, arra gondoltunk, hogy kicsit köszöntsük őt fel, hívjuk fel, és kérdezzük meg, hogy mos-e a teljes dobozot. Igen, mos-e a teljes dobozt, ki mos-e a joghurtos dobozt, és igen, és gyűjti-e az asztalral. Mi van vele, hogy van, és egyáltalán tényleg, mit csinál ő mostanság? Hallottam például az új albumukról, az egy szenzációs ötlet. De majd ezt elmondja ő, hogy mit csinálnak. Ebből készülünk is egyébként egy olyan dalt leadni, ami leadható. Kevés ilyen Gangsta Zoli dal van, ami a Class FM-ben, meg talán bármilyen más rádióban is leadható. De ez a dal igen, mert hogy ugye arra kértek előadókat, hogy dolgozzák föl Zoli, a Kártel, a Gangsta Zoli dalait, ugye tulajdonképpen, és egy csomó előadó a saját stílusában megcsinálta ezeket a dalokat. Zseniálisak lettek. Igen. Én például a Quimby-t hallottam, ők még azt is megcsinálták, hogy ugye dalszövegekből, tehát eredeti dalszövegekből vágták össze, rakták össze az egész dalt, de úgy, hogy tök értelmes a szöveg. Na most azt, ha itt leadnánk, akkor nem csak nekünk nem kéne élni dolgozni, hanem az egész rádió behúznák a redőnyöket, azért menjen mindenki haza, ez a buli meghalt. De zseni lett. Egy előadó azonban van, akik hát ugye alapindítatásból is olyanok, hogy nem beszélnek csúnyán. Igen, hogy nem beszélnek csúnyán, mert gyerekeknek ezt a dalt tudjuk leadni. Na, ha minden igaz, akkor már itt is van velünk Zoli. Jó reggelt kívánunk! Hello, Zoli! Jó reggelt kívánunk! Hát, boldog szülinap! Ha nyugodt el tudjátok adni a majka körtisztőbe, azok sem beszélnek benne csúnyán, nyugodtan. De az nem is megy nálunk.
Az, az nem is megy nálunk. De azt mondja, hogy nem beszélnek csúnyán. Jó. Pedig azok nagyon jók. És azért nagyon jó, mert eddig lett egy csomó olyan, amiben nincsen olyan, ami miatt nem lehet leadni. Úgyhogy nagyon jók születtek. Az Uzi Poftól kezdve a Supernemen keresztül, itt nagyon komolyan, a Sziszka Finucci, Hősök, Pumáli Masszív, nagyon jók lettek. Nagyon-nagyon. Igen, igen, én láttam ezt, az almazenekart is láttam, ott csillant fel a szemem, hogy na jó, akkor ez az egy dal, ami tulajdonképpen látható, ráadásul a gyerekem nagy kedvence. Na, hát először is Isten éltesen sokáig boldog szülinapot kívánunk neked. 49, ugye? Így van. Vince! Mi túl? Mi a jó a nénikéd, az a jó asszony. Az nyugtasson meg, hogy annyinak is nézel ki, Zoli. Tehát, hogy egy nem, én 60-nak nézek ki 30 év. Igen. Volt nagy dajdaj. Is nem többnek. Nagy dajdaj, kislánnyal, lányoddal felköszöntötte. Ma a lányommal vagyunk, Zozikával, és este ünnepi Atletico Madrid, Real Madrid foci részvés. Direkt neked. Igen, direkt nekem van ez a mérkőzés, majd agyonverjük a Real Madridot, és tényleg ezzel ünnepelnek engem. Aztán pedig hát a nagy ünnepelés az szombaton lesz, amikor lesz a nagy koncertje, ennek a lemezmutató koncert lesz, ennek a tribute albumnak. De azért előtte még elmész egy menedzser szűrésre, ahogy minden év elején, meg aztán most már egy gyakorabban. Fölülsz egy bringára és tökélsz 3 kilométert. Egy jó menedzser szűrésre. Tudod, amikor maszkot tesznek az orrodra, fel kell ülned egy ilyen spinning gépre és tekerned kell, és közben mérik a vérnyomásodat. Aztán pedig megkérnek, hogy dőlj előre. Nyilván, hát azt nem ott szokták megkérni. Figyelj Zoli, és érzed már, hogy így reggel kicsit felkelsz, ropognak a csontja, így nyöksz már hármat, ami még ott tegnap nem fájt, ma már ott nagyon fáj, semmilyen nincsen? Nem, nincsen. Nem, mondd már. Milyen ott a B oldalon? Mesélj egy kicsit, én még nem tudom, hogy hasít az ember ott a B oldalon. Mi nem borítod meg a B oldalt, azt majd jövőre. 50-nél, és akkor kezdjük a második 50-est. És akkor kezdődik a második 50-est. Rajtad van már a kis püspamuszod, megitad már a Kamilla teádat? Esik. Érted? Egyet rátok, mert az öreg van, mire fölkeltek, összes ruhátok ki miatt divatból, érted? Na, tudom, hogy veled ilyen nagyon komoly lelki dolgokról nem lehet beszélni, mert nincs benned ez a fajta mélység, de hogy... Csak hogy így átgondolod, vagy így az emberek azt mondja, az 49 a fele vigye, hogy hogy elment, vagy de gyorsan elment, hogy hú, de jó lenne, ha legalább lenne még ennyit. Az emberek valamilyen kósza gondolat átfut ilyenkor a fején azért, hogy így közelít az 50 felé? Azért nem fut át a fejem, mert van még ennyi, tehát tudom, tehát nem kellene gondolkodni. Na, tényleg nincs benne ez a mélység. Úgyhogy semmi, nem mélység, mondom, magasság van bennem, gyerekek. Aha, tehát, hogy ezen így nem gondolkodik. Nem tudom, hogy minden születésnapon van egy pillanat, de csak tényleg egy pillanat, hogy az ember elgondolkozik, hogy hú, ha még egyszer lenne ennyi, az már ugye 38, hát, az olyan vagy, mint Kierkegaard. Érted? Nekem ez eszembe szokott jutni. Na, egyébként ez is fontos. Mi újság a zenekarra? Megjelent ugye ez az album, ugye? Igen. Ezzel nem ülünk meg a babérokon, mert az egy olyan érdekes dolog, hogy másra dolgozhatunk, ezt már Ferenc barátom egyszer elsütötte, hogy de ugye okosak, ügyesek, másra dolgozhatnak. Ennyi. A legnagyobb ez nem igaz, hanem ez tök jó, hogy ezt megcsinálták, ez most nagy megtiszteltetés mindannyiunknak, mert tényleg olyan előadók vannak ezen a lemezen, akiket mi is nagyon szeretünk, tisztelünk, munkásságukat becsüljük, és aztán most elkezdjük csinálni a saját újszámokat, már van is egy pár, és akkor azzal majd kijövünk vagy össze, vagy még lehet, hogy nyár előtt egy EP-vel, és aztán meg új klippeket is csinálunk, jön az Argo filmnek a bemutatója, amiben ugye elég tevékenyen részt vettünk, 3 dallal is benne vagyunk, úgyhogy van itt meló ezen kívül is, de hát most a legfontosabb az, hogy ez a koncert, de hát nagyon jók az előrejelzések, úgyhogy elővételek is, akkor igen sokan lesznek. Meg is fogunk lepődni, nem szoktunk ennyi emberről játszani. Az mit jelent, hogy igen sokan? Tehát, hogy az hány? Hát az, hogy telerakjuk a Barbaregát valószínűleg. Az tele, az 600-800 körül. 1000 körül? 1000-3500 körül. Aha. Figyelj csak, amikor az összeválogattátok, hogy ki csinálja ezt az albumot, akkor a Dopment nem hívtad, vagy nem vállaltad? Valahogy nem jutott eszembe, átsiklottam fölöttem. Mi ez az izé most? Mi ez a kis tépkedés? A héten olvastam, hogy te beszóltál a Dopnak. Na, de hogy szóltam, mert csak mondtam, hogy elejtettem valami, nem is tudom már milyen... Egy finomat. De tényleg csak egy apró tüskevő ki, érted? De csak egy ilyen vicces formában. Erre rögtön kifeszült, mint a orgázdamil. Tehát ezt szerintem nem kéne ennyire ezt komolyan venni. De én azt mondom, hogy a Lacika szerintem egy nagyon tehetséges fiú, egy nagyon ügyesen reppelő, ő nem véletlenül került annak idején a zenekarba.
És annyi a dolog, hogy egyszerűen más volt az elképzelésünk mind a zenéről, mind az életről, ezért aztán szétváltak az útjaink, de nem kell marni egymást, én az, hogy néha oda-oda bökünk, az semmit nem jelent. Ő is nagyon jól csinálja azt, amit csinál, én is nagyon jól csinálom azt, amit csinál, kész. Most igen, olvastam, hogy ez a néha-néha oda-bökünk, ez nagyon jó, igen. Ahogy kérdezték, hogy mi van a dopennel, és mondtad, hogy halottra jót vagy semmit. Hát igen, hát ez nagyon finom, ez tehát ez egy nagyon elegáns. Én nagyon röhögtem, mert ő a hasonló stílusban nyomom én is. De szellemes volt, igen. Jó, persze, hát annak a dolognak vége egyébként, a hülye dolog, mert mindenki arról kérdezi mindig az embert, aminek már ezer éve vége van, ő is éli az életét, ti is élitek az életeteket. És Motorheadnek volt egy ilyen nyilatkozat, a Lemmy-től kérdezték, de a Festedik Lárkot, a klasszikus gitáros, az miért nem hívod meg soha, hogy a régi, tudod, a régi, a Festedik Lárk. Szia, azt mondja, figyelj, Festedik Lárkot egyszer meghívtam egy buliba, oda jött egy kopasz dagadt bácsi, egy könyvelő, és a mostani rajongók kérdezik, ez ki ez a izé, ez a gyári munkás? Kicsőség, ott légy, ez az eredeti gitáros. Úristen, mi történt? Na, a régmúltra nem kell állandóan erőltetni mindig azt, hogy most új dolgokat csinálunk, éppen most előre nézünk, nem hátra. Az axelrózis hidegrázás kap, ha megkérdezik, hogy mikor áll össze a Slash-sel. Igen, tehát, hogy majd, hogyha nem olyan bankszámla kivonatot kap, amire számít, akkor majd összeállnak, mert hogy az biztos, hogy csak pénz kérdése. Igen. Az ajtód előtt még a koncerteken azért érzed, hogy ott áldogálnak, vagy már azért így mondják, hogy vagy már inkább csokolommal köszönnek, hogy csokolom Zoli bácsi, jöttünk a bulira, csokolom Zoli bácsi, vagy még régi szép időket idéz azért az ártajtó előtti áldogálás. Mindig a régi szép időket. Igen, mert mindig ugyanazok vannak. Van, lenyomtam mindig, itt szúszázok itt végig, érted? Zolikám! Marogatok itt kisgyerekek, érted? Légszer, Zolika! Érdekes titeket 49 éves korotokba, kitolnak pár perc az erkére, letakarnak, letakarja az visszatolnak. Zoli, 37 éves ők minden reggel fáj valamim, úgyhogy én csodálok, hogy te... Én meg kézen állva körbe megyek az egyenlítőn, érted? Kétszer! Most éppen mi a sport, amit űzöl? Még mindig a hoki, amit csinálsz? Hát sok dolgot csinálsz, most mit preferálsz éppen? Gyurevác és bunyó. Gyurevác? Gyurevác az a kis gyurogatás? Aha. Persze, hát ez kell egy kicsit fitbe maradjál, tudod, hogy legyen ide lottyat. Mert azt tényleg cikk, hogy fölmész gangsterre, és mind a izén sántékálsz ott jobbra-balra, az gáz. De kardiózol, hogy spinningelsz, vagy fekve nyomsz? Kardiózol, és fekve nyomok, állva nyomok, és ülve nyomok. Na, jó van, azért befér időként egy kis bikram joga is, nem? Kérem? Egy picit nincs azzal, vagy 40 fokra felfűtitek a termen. Jó van, szóval azt mondhatod, hogy akkor az Alma együttestől az Alma együttes kicsik és durvák, akkor az leadható abszolút. Mert mi erre készültünk, ezt az egyet mi kiírtuk, hogy mi ezt szeretnénk megmutatni. Hogy... Leadható a melyik, mondja még, Isten családsor, az a Szőri és Pulektól, az nagyon vicces lett, annak semmi köze az eredetihez, tehát egy fanfár lett belőle, Elton John, utána átmegy technóba, és kinek szépen a végén már nem Isten családsor, hanem gangsta adja a családot, adja a sört, tehát a végén mennybe menetel. Az lesz a finálé most a bulin például, Szőri és Pulekt, zseniális. Azzal zártok majd, jól van. Mondja, valaki az Almát hogy sikerült erre rávenni? Tehát hogy jutott eszetekbe egyáltalán? A kislányot szereti a zenekart? Igen, az nem annyira profi. Nyilvánvalóan nagyon szereti őket, és találkoztam velük már sokszor, meg mi elég jóba vagyunk. Én szerepeltem, hogy másik, lesz egy DVD-jük, amiben én szerepelek. Jézus. És a kislányom is, meg a barátnője. Úgyhogy mi tök jó vagyunk, és ez kiderült, hogy ők régen abszolút szeretik, tehát ők ismerik a kártelt, és szeretik. Tehát ez így kiderült. És akkor jött egy ilyen bornírt ötlet, hogy mi lenne, ha ti is ezen csinálnátok valamit, és egyben azt mondták, a sziciket durvákat megcsinálnák, és piciket durvák címmel mondom, az óriási, aztán semmi köze nem lett az eredetihez, de viszont nagyon aranyos. Figyelj, és a leányom most melyik téren követ? Egyszer mi összefutottunk egy reptéren, éppen jöttetek haza ugye egy Atletico meccsről, és ott volt a lányod, tehát ő most a foci vonalon, a hoki vonalon, a PlayStation vonalon, tehát mi az, amit... Igen, abszolút, ezt annyira bírom. Nagyon kell készül a mai Atletico meccsen is, tehát nagyon szurkolunk az Atletinek. Mert azt mondta, hogy az Atletico Madrid meg a Real Madrid között az a különbség, hogy a Real Madrid az a gazdagok egyik szórakozása, az Atletico Madridon nyomorultak egyetlen reménye. Tehát itt ez a kettő csapat között a különbség, és ez nagyon fontos nekünk. De pont akkor találkoztunk, amikor jöttünk haza, én is egy Real meccsről, meg te is ugye az Atleticoról. Hát igen. Én a jó stadionba, te a kicsibe. Igen, igen, nem, igen. Te a nyomorult színházba, ahol ezek járnak az idióták, akik nem értenek semmihez. Én meg abból a stadionból, ahol az igazi lelki emberek járnak. Kérem magamnak, azért Real Barcelona csúcsraggadó volt, a Messi mester hármasok volt, és ami 4-3 lett a vége. Tehát azért az nem volt egy rossz meccs. Ez a két takony csapat tulajdonképpen. Van egy csapat,
akinek van szíve és lelke, és a címerért küzdenek, a tudja, hogy Atletico Madrid, az a városcsapat egyébként. A Real Madrid az a királynak a hitvány csapata. Igen. Csak ez most a 49. akkor ilyen nagyon nagy matematikai összeadással kiszámolom, hogy jövőre 50, arra akkor megint készüljünk? Hát igen, és utána meg 51 lesz. Döbbenet a Feri, és még tud durvábbakat is mondani, mi napi 3 órában hallgatjuk, nagyon kemény. 4-be egyébként csak mondom, 4-be, nem 3-ba. Ennél még sokkal durvábbakat is tud mondani. Nem esetleg ez darúgy egy pataki fejszámoló? Döbbenetes következtetései vannak, alatt 6 éve hallgatom, elképesztő a Pali. 50 éves leszel, és akkor az emberek így összegeznek, letesznek valami nagyot érted, valami komolyat végre az asztalra, nem ezeket, amit eddig csinál. Akkor le kell tolnom a drágomat. Ha ez, akkor ez. Igen, megtettette már azt egy-két kereskedelmi tévéműsorában Zoli, úgyhogy... De... Hát én már leteszem valamit az asztalra. Nagy úr a sárgaság. Zoli, imádunk, szeretünk. Ha tudod a rádiót hallgatni, vagy a lányod esetleg rádió közelben van, akkor az Almával jövünk a hírek után. Jó, meghallgatjuk az átdolgozást természetesen. És tényleg imádunk, szeretünk, Isten éltessen sokáig. Szombaton mindenkit, vagy gyerteket és óriás gangsterrep show. 20 év gangsterrep. Ott a helye Balázsnak. Ott vagyunk. Zolikám, imádunk, szeretünk. Vigyázz magadra. Boldog születésnapot, Isten éltessen sokáig. Köszönöm, Zolinak, köszönjük szépen. Ciao. Hello, hello. Gyerekek, ahogy mi köszöntünk fel, úgy senki. Nem, tehát, hogy nem bántottuk csak egy kicsit. De ő ezt bírja. Meg azért ő is marogat minket is, úgyhogy vele abszolút, abszolút. Ez az Alma DVD, ezt nem mondták, az képen ad. És azon a Zoli. Mit keresed? Mi lehet ott? Gyerekek, szerintem egyébként az jó, nincs az a baj, nagy kivart szülőt megjelennek egy Alma koncert, az amikor egy szülőire beül, nem? Fülbevaló, tetoválás, gyűrű, és ott ül, a legcukibbak egyébként ezek az apukák, nem? Lányos apukák kitetovál, megjönnek a szülői értekezletre. Tehát mi közös oldalba járunk Andyvel, a Hooligans dobosával, pont tegnap futottunk, vagy tegnap előtt futottunk, össze mentünk a gyerekért, kicsit így próbáról jöhetett. Kigombolt ing köldökig óriás tetkók. Gyereket hozta, persze, de van tetkók. Nem látja itt a neve az egyiknek. Igen, ő is érdekes, lehet egy szülő értekezleten. Fél 8 múlt pontosan 1 perccel, jövünk Ákos hírei után, és akkor meghallgattunk egy dalt, ugye az Zoliék új albumáról, az Alma együttes feldolgozásában. Az eredeti címet nem mondhatom, Kicsik és durvák, ez lett belőle, a dal eredeti címe nyilván nem ez, úgyhogy ezzel jövünk Ákos hírei után. Hölgyeim és uraim, ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:48 lesz pontosan 2 perc múlva. Szép reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak, itt vagyunk egy jó kis Alma dal után, mint a Tégre dala után. Hát Alma együttese sokszor megy, érthető okokból nyilván. Hát egészen kicsiknek szól azért, ugye, tehát nyilván nem is nagyon valók ők ide, pedig nagyon jók. De Zoliék egyik dalát feldolgozták, és ezt hallgattuk meg. Így van. Zoliék albumáról, ami Zoliéknak is leadható. Elérhető közelségbe vált egy olyan dolog, ami szinte minden magyar popstárnak gyakorlatilag ugye a levezetés kategória, hogy felkerült egy gyereklemezre. Igen, hát ez igen, ez az ő esetében azért igen, nehezebb. Egy új szegmens, egy új vásárló. De egy nagyon fontos szegmens egyébként. Hát mekkora piac azért, nem? Hát mekkora ők csak Papritára és Bodnár Attila. Gyerekként megszereted, akkor aztán felnőttként is kíváncsi leszel majd rá. Érted, amikor már lemez vásárol, már ma már senki nem vesz. Amit ma már senki nem vesz, így van. Na, nézzük a közlekedési híreket, mi a helyzet az utakon. Azt mondja, hogy Szanda szőlősnél van egy nagy baleset, rendőrök irányítják a forgalmat, ez Szabcsika küldte nekünk, aztán Csornán Győr felé a tök sötétben kint van a fehér Seat, ez az az ominózus fehér Seat, ami ugye állandóan mér, és folyamatosan várja a Győr felől érkezőket. Ma is mérnek egyébként, ez a 85-ös főúton van, a vasúti átjáró előtt. Az alagútban Buda felé lerobbant egy autó, alakul a dugó, ezt Zoli küldte nekünk, valamint az M15-ös autóút. Azt mondja, hogy a szakaszán tucatjaival állnak a kamionok, kivilágítatlanul valamelyik félig az úton, elég veszélyes, mindenki figyeljen. Ezt Misi küldte nekünk. Köszönjük szépen. És gyereke! Na. Fantasztikus dolog történt, mert ugye tegnap kiderült, hogy az év madara a fostos bugybóka lett, és ugye tudom, mit akarsz megemlítettük mondani adásban, hogy mi van akkor, hogyha például az év madarát, illetve az év halát kihirdető szóvivő találkozik egy reggeli TV műsorban, akkor ott esetleg valami kis bunyolakul aktív vagy sem, és önmagában a felvetés az, hogy az év haláról beszéltünk, meghozta az eredményt, itt van az év hala, kérem szépen, a kecsege.
letaszította a trónról a magyar bucót, mert tavaly egyébként a magyar bucó volt az évhala, és idén a kecsege lett. Ez elindul egy ilyen állatlobbi, hogy az ornitológusok nyomják a madarakat, a horgászok szövetsége nyomja a halakat, majd jönnek az emlőszakértők. A magyar haltani társaság, igen, majd jönnek a hüllőszakértők, jönnek az emu szakértők, és mindenki megszavaztatja a saját állatát az év állatáról. Így van, így van. És lesz egy nagy, amikor az összes állatot megválasztják, és azok közül egyet? Vagy igen, most már csak az év emlősét várom, hát a Leska Diamond lesz. Figyeljetek, arra jó esély lenne. Srácok, igen. Azt mondja, hogy a második helyezett a galóca lett, nem tudom, hogy gomba hogy kerül ide egyébként, de nem, természetesen van egy ilyen halunk is, egy galóca, és hát tegnap beszéltünk például Vágó Istvánról is, és befutott a Vágó Durbincs is. De most komolyan kérdezem, nekem ezekhez semmi, az ég egy adta világon semmi bajom, de hogy azon kívül, aki mondjuk ahhoz a réteghez tartozik, aki mondjuk fejből megmondja, és ott ül a Dunavarsányi, nem tudom, strandon és horgászik, azon kívül egyébként ez egy hétköznapi embernek mond bármit is, mert szerintem az ég egy adta világot semmit. Van ennek valami értelme? Ez, hogy mondjon, hogy aztán később az emberek, amikor majd itt tudom, kimennek a strandra, és akkor megkérdezik, hogy sok itt a kecsege, akkor tudjanak. De most tényleg legyünk tök őszintén. Ha ugyanez a beszélgetés most nem egy élő rádióműsorban zajlik, hanem este ülünk egy kocsmában, igen, egy sör mellett, és megbeszéljük, hogy megválasztották az év halát, nem így mondjuk, hogy jaj, de szép, és hogy ennek. Tehát a büdös életben semmi értelme. Semmi értelme. Ugyanis hát, aki tudja, az ismeri. Aki nem tudja, most hányan keresnek rá erre a halra? Most, hogy beszélünk róla a 2 millió ember füle halatára, most hát már rögtön. Igen. De amíg nem beszéltünk róla, addig, mi az értelme? A kecsege mondjuk egy érdekes hal, mert képzeld el, hogy porcos hal. Porcos váza van neki, érted? Tehát, hogy ne, én ma megint meg akarom verni a Ferit. Pont, mint a térdem. Igen, ettől rohadt izgalmas. Tehát, hogy nem ugyanúgy, ettől annyira izgalmas, hogy bepisilek, annyira izgalmas. Egy gyönyörű fehér húsú, egy fokhagymás, tejszínes mártással megőrűz. Tényleg most úgy elkezdtem izgatott lenni, hogy olyan, valami döbbenet. Ez egy ősi hal, képzel, olyan, mi a tokféle. Szerintem ez egy tök jó dolog, mert eddig... Te például szeretsz nagyon kint vízisportolni, élő vizekre járni. Most, hogyha éppen akkor, itt remélem, érted, lelassítotok valami kis móló mellett, és beugrik valami a kis hajókát. Igen, és akkor most, tehát hogy mit tudom én, egy évvel ezelőtt még gondolhatod azt, hogy ez egy magyar bucó, vagy egy kurta baing. De így most már van értelme, hogy mi ma róla beszélünk, mert tegnap megválasztották, most már tényleg mindenki utána néz ennek. Nézd, Benni, az év hala, egy kecsege ugrott be a hajunkba. Igen. Nem, de jó, én drukkolok az összes ilyen megválasztott állatnak, meg madárnak, meg halnak, nem tudom, hogy ennek valójában mennyi értelme van, de nem is kell nekem ezt eldönteni. Tehát bírom, ránézek most már én is erre a halra egyébként. Mi a neve, hogy hívják? Évhalát? Kecsege. Így van. Tavaly pedig, ugye azt mondja, hogy mondom neked, a magyar bucó. Feri, léci. Holnap kik választanak? Magyar embereknek magyar bucó. Egyébként, ugye, holnap kik választanak, mert akkor fél órával később ők. Tehát kit hirdet ki az Ákos 6 óra, akkor van valaki, akik tényleg a magyar emu társaság, vagy bárki, aki megválasztja az év emlősét, madarát. Ja, az már volt tegnap. Én várom, mert szerintem ezen a héten tök jó lenne, hogyha minden nap lenne. Akkor legyen ez egy nagy coming out, jöjjön elő mindenki. Így van. Nem? Aki eddig nem gondolt arra, hogy megválaszza a kedvenc állatát, én azon belül is az év kedvenc állatát. Én szeretném, ha holnap megválasztanak az év gombáját. Az jó? Év gombája. Tehát tényleg jöjjenek akkor. Így van. A gyilkos galócának. Tehát jöjjenek akkor a gombaszakértők, és válasszák meg az év gombáját. Amiből a legtöbb fogyott, amiből a legtöbben, nem tudom, belehaltak, amit sikerült megakadályozni, ami sokat virágzott, ami sok, nem tudom, bármi. De legyen az év gombája. Hát akkor fontos az is, nem? Fontos, azért... ne, számomra fontosabb a gomba, dolog, mint a hal. Egyébként, hogy tudd, hogy melyiket ne edd meg. És a Magyar Bőrgyógyászok Országos Szövetségének szavazat. Tavaly év nyertese Kovács Béla. Annyi minden volt rajta, hogy... Mondjál, mit kérdeztél? Jön majd az év rovara is? Az év rovara, az év zsiráfa, tehát jön egy csomó minden, persze. De hát az valami patás vagy emlős lesz, nem? A zsiráf az alá esik. Na csak mondom, hogy az én gombája... Én hogy ez hogy Magyarországon honos, illetve őshonos fajták közül kerülnének ki. Most van olyan, hogy évgombája, ne. Csak mondom, hogy a 2014-es évgomba választáson a mezei szegfűgomba nyerte. De egy király! És egyébként egyöntetően, tehát hogy elvitt minden. Mindent. Megköszönte, átvette és valaki vitt minden. Gyerekek, szerintem valaki megtolta a mezei szegfűgombát. Valaki nagyon ott volt. Valaki nagyon valaki egy nagyobb kontingest felvásárolt belőle és el akarta adni.
Na szóval drukkolunk. Jó, nagy, de jó, akkor jó, valaki jöjjön elő a héten valamivel, tényleg. Jó, ne csak a madarak és a halak nyomják ki magukat. Kecsegéseknek, de és ne szomorkodjanak a galócások sem, jó, mert hogy és a vágodorbincsosok sem, mert eljön még a ti időtök is. De akkor mondjatok valamit erről a harról, tényleg. Tehát, hogy egyrészt, hogy ismerem meg, hogy megehetem, nem ehetem, vissza kell dobnom, nem, nem lehet nem morgászni. Nem morgászhatom. Tehát az évhalát nem eheted meg, szerintem. Nem, hát. De az év tortáját is megeheted, hát miért mondjuk nem? Mondjuk ez az mondjuk tényleg, akkor az évhalát is. Hát az évhala valami, akkor azt védjük, vigyázunk rá, szeretgetjük. Jó van, a somlói revolúciót azt halljátok, de a kecsegéhez ne nyúljatok. Most levinnének bennünket egy bányatóhoz, és kiemelnének három különböző halfajtát, mit tudtok megmondani? Hát egy bányatóban leginkább egy ézél bele rohadt darut tudnának szerintem meg egy... Jó, akkor mit a Dunavarsányi halastóhoz, ami... Melyiket tudnánk, melyiket is megnézni? Hát azért a harcsát, a csukát, keszeget, a pontyot, a keszeget, a kárászt, a durbincsot, a kecsegét, az amúrt, azért ezeket mindet. De ja, ennyi mindent tudsz. Az nagyon szép. Én hülye vagyok halból. Lehető. Én tök hülye vagyok halból. Teljes. A durbincs mi? Mi a durbincs? Azt mondom, hogy van ilyen sejmes durbincs. Ez mitől arany sejmes? Durbincs. A sejmes? Az érintése. Úgyhogy ezt visszafelé is végig húzhatod. Te legalább annyira laikus vagy, mint én, jó van. Visszafelé is végig húzhatod az arcodon. Igen. A tükörpont pedig azért, mert ránézel, meg tudsz benne borotválkozni. Jó, nem, mert én hiányoztam halból. Tehát, hogy nem, hiányoztam halból. Tehát az nekem kimaradt. De a kecsegére bementél, ahogy látok. Nem, kecsegéből kitüntettek. Igen. Az év kecsege. Barács volt az év kecsege. Igen, igen. Kazinci díjasunk, Horváth Aranka. 97-ben az év kecsege volt. Jó, Balázs. Jó, az év kecsege 92-ben Sebestyén Balázs. Az év kecsege. Én voltam az év taplója például. Igen. Mint élősködő. Na jó, gyerekek, nincs ezzel baj, nyomja mindenki. Az év élősködője Vadon Jani. Mindenki nyomja a saját állatát, így van. Jól van, sokan írják, hogyha megválaszthatnák az év állatát, a főnökük lenne az egyébként. Azért nagyon, nagyon szép és szimpatikus felvetés, így van. Mi játszunk, jó? Itt van a játékosunk, ha minden igaz, és Óven bácsival és Beru nénivel játszunk már is. Óven bácsi és Beru néni. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a fület, kitalálhatod, mint údolnak a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni. A párafan csalogányai. Halló, jó reggel! Jó reggel, sziasztok! Hello! Szia! Szia! Henny? Henny? Hello, Henny! Honnan hívtál, Henny? Váctól. Vácon vagy, dolgozol? Igen. Mit csinálsz? Gyárban vagyok, automotor alkatrészekkel foglalkozunk. Automotor alkatrészeket gyártasz? Igen. És azon belül melyik a te sorod, vagy részleged, vagy bármi? Mindig más? Ez naponta változhat, igen. Uh-huh. Az mondjuk jó, hogy nem mindig ugyanazt kell csinálni. Így, az halál unalmas az lehet. A választék se olyan bőzni. Jó, igen, a 12 hengeres nyilván nem te teszed fel a terkesét. Miért kell minden nap más csinálni? Mert az előzőben nem volt sikerélmény? Vagy... Nem sikerült. Henny, ez nem sikerült annyira. Menj át a kardán tengelyekhez. Ez így mész folyamatosan. Egyedül vagy, Henny, vagy valaki segít? Valaki segít. Nagy lendülettel kezdted a játékot, úgy beköszöntél, és, olyan, és aztán úgy kezdesz ugye elhalkulni. Szóra mondtad ezt, hogy van, aki segít, nem bízol benne? Vagy megérkezett a főnököm. Maximálisan megbízom benne. Titokban beszélsz kicsit, azért halkultál le, és azért válaszolsz. Igen, titokban beszélek. Én ezt érzem rajta, tehát hogy nem derülhet ki, hogy egyébként Henny vagy, és egy váci autóalkat részgyárban dolgozol, vagy akkor... mindent elmondtál, tehát akkor nagy baj van, vagy miért kell titokban lennünk? Azért már negyed órája kint vagyok. Ja, ja. Hát akkor nehogy baj legyen. Akkor gyorsan. Sietünk akkor, jó? Mutatjuk, hogy mit csinál Óven bácsi Beru néni, figyelj. Bizony. Priznicelli Beru néni. Mutatjuk, hogy szereti. Mutatjuk, hogy mit én. Mutatjuk, hogy mit énekelek, figyelj. Na, 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 na. Ó, hát ez nagyon könnyű. Szabolcs, hol vagy? Szabolcs, hol vagy? Ott van a disznó mögött. Az se egy rossz dal, a Szabolcs, hol vagy? Hát, hogyha ha szembeállsz a Magyarország térképpel, akkor jobbra. Igen, igen. Kérhetnék még egyszer? Megérkezett Szabolcs? Nem. Itt van Anita. Anita, az se rossz. Mutatjuk még egyszer, figyelj. Na 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 na. Jó dal. Tetszik, nekem is kérhetem a hosszabbat. Persze, 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 persze. Mutatjuk, kivettük a bögrét, figyelj, Henim. Na 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 na
Nekem nagyon nagy kedvencem, tehát régi. Ez megy 4 percen keresztül. Tényleg. Tényleg. Ez a dal, amit most hallottál. Ez a dal 4 percig, és egy világsiker volt, és egy induló. Igen. Ez azért volt, mert az énekesnek mondták, hogy ne szívjon előtte, de szívott, és azért végig a refrént énekelt. Kérhetné még egyszer a hosszút? Utoljára. Mm. Igen, mutatjuk. Itt van a nyelvem, hogy én nem tudom. Hát akkor mutatjuk az eredetit. Hallgass meg, talán így beugrik, figyelj. Egy genetikai csodával az élen akkor még. Igen, meg lett volna? Vagy így, hogy meghallja az ember, így rájön, hogy nem is tudta volna, Henny. Hallottam már, de a címét nem. Nem, paranoid, így van. Henny, hát ez most akkor úgy néz ki, hogy nem sikerült, nincs ajándéksomag, jó? Nem baj, köszönöm a játékot. Köszi a játékot, ciao. Szia! Hello, Henny! Jó munkát neked, hello. Csak mondom egyébként, hogy ha valaki nem szeretné azt, hogy kiderüljön, hogy honnan beszél, akkor nyugodtan mondhatja, ha mondjuk egy debreceni nyilászáró gyártó cégnél dolgozik, hogy ő egy berettyói falu sikőeggyárban tolja 3 műszakban. Tehát, hogy simán. Én is azért értettem, hogy ha nem akarod, hogy kiderüljön, hogy akkor nem szabad betelefonálni egy élő rádióadás. Most nem Hennyre mondom, mert őt nem bántják nyilván, hogy neki 1/4 órát ugye kint kellett lenni, de ez a titokban beszélek, hát ha nem derül ki, hát azért az bárki meghallhatja, megismeri a hangodat, tehát én valahol vagyok és csinálok valamit, akkor nem telefonálok be egy élő rádió műsorba, hogy játszani akarok, nem? Vagy hülye vagyok? Igen, de abban, amit mondtál, igazad van. Abszolút az vagy, de most kivételesen jól mondtad, igen. Na én érted, ha terelni akarsz, legközelebb, ha terelni akarok, nem akarom kiderülni, ez egy morning show, azt mondom, hogy sziasztok, István Dani vagyok, Music FM. És már el is terelted a dolgot, igen. Jövünk a hírek után, arról beszélgetünk majd, hogy egy angliai asszony egyszer csak egy jó ötlettől vezérelve, vagy hát legalábbis azt gondolta, a családja szeme láttára lenyelt egy hátvakarót. És egészen különleges ez a jelenet, mert hogy a lánya feltette az internetre, megosztotta ugye a világhálón, és arról beszélgetünk majd, hogy szerintünk legalábbis minden családban megvan az az egy ember, aki ugye, ha összegyűlik a család születésnap, névnap, akkor előáll egy produkcióval, elmesél egy olyan történetet, csinál valami olyat, amit már mindenki ismer, mindenki tud, mindenki sokszor látott, de mégis minden egyes összejövetelkor ezt elsüti. Ugye, vannak ezek a típusú családtagok, akik valahogy megpróbálják feldobni a hangulatot, és bevetnek valamit, hogy a közösség jól szórakozzon. Ami egyben egyébként kicsit kínos, kellemetlen, zavarban vagy, 6-szor hallottad, de ő nyomja rendületlenül minden karácsonykor, minden születésnapon. Így van, ahogy ez az angliai asszony. Beszélgetünk egy kedves hallgatónkkal még az ünnepek előtt, aki elmondta, hogy az ő apósa például, vagy az édesapja, nem emlékszem már pontosan, minden karácsonykor előjön azzal, hogy előbb vagy utóbb eljön az a pillanat pontosabban, amikor szkanderozni akar. Na, ugye, hát ezek azok a pillanatok, igen, úgyhogy ezen családtagokat keressük, jó? Várjuk az SMS-eket ebben a témában, hogy ő miért nyelte le egyébként ezt a hátvakaró rudat, nem tudjuk, valószínű, hogy ő is ilyen családtag. Hát tudta, megmutatta. Megmutatta ott a kislányának, hogy nézd kislányom. Figyelj. Hátvakaró rud, és le is nyelte. Igen, úgyhogy nem akármilyen teljesítmény, keressük tehát ezeket a családtagokat, jövünk majd az SMS-ekkel. Ákos, hírei után. Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 8 óra múlt, pontosan 12 perce, jó reggelt kívánunk mindenkinek, hello Feri, hello drága hallgatók, itt vagyunk januárnál, nem is tudom, hányadik, egyik mindegy is, január 7-én szerdán, így van egy ilyen kis csendes januári napon, itt vagyunk és próbáljuk tartani mindenkiben a lelket, aki belevetette magát a januárba és elkezdte a munkát. Még mindig azt tapasztaljuk, hogy kicsit kevesebben vannak az utakon, kevesebben vannak a mi hallgatóink, abban a szempontból legalábbis, hogy kevesebb SMS jön, már ami a közlekedési híreket illeti, és nincs nagy dugó, nincs nagy káosz sehol, vagy hát legalábbis mi nem tudunk róla, de mondjuk december elején ugyanilyenkor rengeteg üzenet jött, hogy hol, mekkora baleset, mekkora dugó, mennyi trafipax, ahhoz képest csend és nyugalom. Így van. Bár trafipaxból nyilván ebben az évben is lesz elég, a hétfőn hallottuk, hogy megint bevásároltak belőle. Szerintem, ha van egy olyan kimutatás, hogy melyik az az ország, ahol az egyfőre eső trafipaxok a száma a legnagyobb, hát az... Azok az, hogy mi vagyunk. Igen, foglalkozunk is majd a témával a héten, mert állítólag ez a trafi, ez valami nagyon high-tech trafi lesz. És megszólaltatunk.
Igen, valakit az ORFK-tól holnap vagy holnap után, pont ez lesz az egyik témánk. Már helyben le is vonja menet közben a bankkártyádról. Így és le is csuk, hogyha olyat csinál. Igen, de azt is de oda tudsz menni PayPal-lal fizetni, és akkor tudod, hogy gyorsan mentél, csak az út végén lesz egy PayPal, ott lehúzod saját magadnak, ha érzed, hogy kicsit gyorsabb voltál. Mit akartál mondani? Biztonsági övet mér. Nem sebességet mér, hanem biztonsági övet. Van-e rajtad? Azt nem tudom, hogy csinálja, de igen. Uh-huh. Megmondja, volt rajtad, vagy nem volt. Tehát már ez a keresztbe sávos póló, az már nem fog működni. Fekete pólón fekete öv, az mondjuk cukros, tehát hogy azt tudod, hogy fogjuk kitalálni. De pólón fekete öv, az lehet, hogy még látja, vagy nem látja. Hát, nem tudom. Igen. Figyelik ezek a Trafipax gépek, figyelik majd, ha minden igaz, a szabálytalanságváltást, figyelik a biztonsági uh-huh. övet, figyelik, hogy te mész-e buszsávban, amit elvileg most is figyelnek, csak nem tudom, hogy valójában vannak-e. És ezek ilyen telepített, ilyen dobozosok lesznek, vagy pedig autóban? Mert akkor nyilván, hogy ha például autósok lesznek, akkor valószínűleg ébren tartják majd a rendőreit is, nem? Ez egy jó kérdés. Igen. Ezt nem tudom, de pontosan ennek szeretnék majd utána járni holnap vagy holnap után. Az ORFK-tól mostanában nem könnyű valakit megszólaltatni, de reméljük, hogy ez nekik egy pozitív hír, és ebben szívesen nyilatkozni. Forgadalom. Már a múlt évben is nehéz volt őket megszólaltatni, de hát ha majd most nyilatkoznak, hogy elmondják nekünk, hogy mégis mire számíthatunk. Úgyhogy, hát jönnek ezek az új trafik, igen. Aki nincs bekötve, aki gyorsan megy, gyerekek. Muszáj, trend lesz és fegyel. Rezső, megint telefonáltak a Morning Show-tól. Hallod? Valakinek meg kéne szólalnia. Én most nem érek rá. Én ki kell mennem, ha riad a kocsival. Nem csodálom, hogy ezután nem akarnak velünk szóba állni. Hát cáfoljanak rá. Beszélni fognak. Remélem. Persze, nem jó indulaton akarjuk őket fel, csak hogy mondják el. Egyébként gyerekek, aki szabályosan megy, aki beköti magát, annak nincs félnivalója. Szóval, hogy tessék szabályosan közlekedni, bekötni magunkat, nem meghaladni a sebesség határt, és nincs félnivaló. Te kérdezted a múltkor, hol lehet bontott rover izét kapni, amit csak bedugsz, hogy hívják be a öv. Csatok. Az mindegyik ugyanolyan. De az nem kell rover, az mindegyik ugyanolyan. Azt bontóba bemész, és bármelyiket be tudod dugni. De azt is ki fogják szúrni egyébként. De majd elmondja az, aki nyilatkozni fog. Ez egész biztos, mert ott valaki valahogy mindig beszél. Hozzátok a telefonkönyvet, az nem, hogy nyomon. Fognak nyilatkozni. Emete 145-ös kilométernél van egy trafi, ezt Gábor küldte nekünk. Trafi a Kőbányai úton és BKV ellenőr a 9-es buszon. Na, ez is nagyon-nagyon fontos. Aztán a 60-i vonalon is 20-30 percet késnek a vonatok. A MÁV ügyfélszolgálat csodálkozott, amikor rákérdeztem a késés okára, mert ők ezt nem tudták, bár ellenben hivatkoztak egy új rendszer bevezetésére. Kérdeztem holnap, mi lesz, mert tegnap is késett. Próbáljak egy korábbi vonattal utazni. Ez volt a válasz. Tök jó. Szemtelen. Picit, nem? Uram, hát induljon egy kicsit korábban, igen. 17. kerület, a Pesti úton, a központból kifelé vezető részen BKK-s autóból kameráznak. Nem tudom, hogy sebességet mérnek-e vagy sem, de ott vannak. Ezt Alpár küldte nekünk, valamint mérnek Balaton keresztül belterületén, a vasúti átjárónál piros kombi Oktáviából. Ezt Deni küldte nekünk. Szóval hát a túlzás, hogy trafik nincsenek. Trafik vannak, dugó nincs, de trafik vannak. Na, egy érdekes témával foglalkozunk most így 8 óra után, méghozzá keressük az önjelölt őrülteket a családban, vagy a családon belül, ugyanis hát szerintem mindenkinek van a rokonságában legalább egy olyan ember, aki ha családi összejövetel van, karácsony van, születésnap van, névnapi köszöntés, előáll egy bizonyos produkcióval, és először 50-szer, 100-szor elmondja, megcsinálja, megteszi, elmeséli. Ugye? Hát ez minden családban van, mert hogy egy angliai asszony a családja szeme láttára lenyelt egy hátvakarót. A nő egész egyszerűen döbbenetes egyébként. Én nem tudom, hogy ő erre mikor jött rá. Vagy ő ezt már tudta magáról, hogy ő ilyen dolgokat képes. Hát hirtelen csak úgy nem ugrik be szerintem az embernek. Vagy szerintem kis kanál, nagy kanál. Biztos vagyok benne. Ez a klasszik hátvakaró, aminek egy kéz van a végén, ilyen behajlított ujjakkal. Ez egy abszolút klasszik hátvakaró. Igen, mutatom a videót. A nő az egész egyszerűen zseniális. Itt írja egy hallgató, hogy kérdés, hogy mi volt a mondat, amikor megtette, hogy azt mondta, hogy na nézd, apád miért jött hozzá. Elfogyott a puncs, a bejegéből sincsen már elég. A lány a szeme láttára ládásul, na most ha nem tudom, hát én nem Jézus. Vagyok azért annyira, nem is tudom micsoda, de hogy azért így a lányod szeme láttára nem biztos, hogy lenyelsz egy hátvakarót, mondjuk a lányod 10 éves, hát nem? Hát kinek mutatod meg először, csak családban, nem?
És hogy tetszik a produkció, aztán irány, egy nagy színpad. Igen, egy nagy darab szőke hölgyet látunk ezen a videón, aki mosolyogva vagy vicsorogva, ezt nem tudjuk eldönteni, támaszkodik egy asztalra. Na most vannak, tudjátok, azok a kamu kardnyelők, akik úgy nyelik le a kardot, hogy közben a kard összemegy a szájában, tudod, a 8-ból 8 fakír az nagyjából így nyel kardot. Hogy van egy műanyag kard, ami egyre kisebb lesz, lenyelés, hogy húzza ki, a kard újra hosszú. A legnagyobb átverés. Hát, vagy csak ti nem vagy... jártok túl színvonalos előadáson. Én már azért láttam olyat, hogy elkészed, de hogy nem. Lenyeli, hogy nyel egy széles pengéjű kardot? Lenyeli, hát ez egy külön művészet, ezt lehet gyakorolni, nem persze. Indiából származik a hírek szerint, és hogy van ilyen. Én láttam már most olyat is. Menőzöl itt a Lőrinci vándorcirkuszra, érted? Hát megfogtad, de ott ült egy 8-es, megfogtad. Nézzelik a részt, apa nézd, lenyeli a kardot, fogta, és így bedugta a mögé, és mi hirtelen látod a vállánál megjelenni a kardot, tehát hogy láttál komoly produkciót. Nem a vállánál, a két lapockájok között jött, és nagyon mérte. Igen. Na mire, de nézzétek meg ezt a nőt, mert szerintem ő igazából lenyeli. Nem követendő példa, senki nem próbálja ki, nem is azért beszélünk erről, tehát tényleg ne csináljátok. Egyszerűen csak maga a dolog érdekes, hogy jut eszébe egy nőnek, egy teljesen hétköznapi háziasszonynak otthon, hogy lenyeljen egy hátvakarót. Most mindegy is, hogy mit mond, ugye elindul a videó, nagyra nyitja a száját, papa erre ugye azért nyilván büszke, és eltűnik benne a hátvakaró. Hát a papa örül, igen, de... Aha. Tehát, és nem mellé dugja, nem maga mögé dugja, nem az a trükk van, hogy oldalról látod, és úgy tűnik, ráfekszik már. Figyelj, ez nagyon jó. Ráfekszik a konyha asztalra, háttal, tehát a tarkója van a konyha asztalon, és folyamatosan tolja magába a hátvakarót. Na, ez az a pillanat, ahol lebukott. Na most aztán hát bébukott. Nézd már meg, hát nem egyenes a teste. Ahhoz képest így áll a test, és így tolja magába. Vagy ez egy ilyen flexibilis hátvakaró? Az, ez egy ilyen rugalmas hátvakaró. És közben mutogat. Figyelj! Tehát magatok elé képzeltek egy Tracy kinézetű csajt, ami Tracy nézett így ki. Igen. Ugye, vagy néz ki most vagy is, ugye régebben megszólalt. Valamit ő folyamatosan mutogat, hogy mit vegye. Hogy levegőt. Ki, húzzátok ki. Hogy fölfele, valaki húzza már fölfele. Segítsetek, húzzátok ki. És a lánya rendületlenül videózza, de valószínű, azt nézem, hogy nem először történik, mert a lány nem esik kétségbe. Nem. Tehát a nő mutogat, kalimpál, valamit próbál jelezni a lányának, a lány meg teljesen hát, egykedvűen videózza. Hát, ez nem a lány, és akkor már a statív is mozog. Mert hogy egyébként lehet, hogy fixre van véve a kamera. És hogyha megfigyeljétek, amúgy középen lehet csak látni a képnek a két széle az valamiért le van fedve. Én hát, nem tudom, hogy ott mi történik mert abban a pillanatban. Álló videót csinál. Ja, ott nagypapa szöges ágyon fekszik. Igen, ott valaki tényleg húzza. Ott valaki szöges ágyra feküdt. Tehát gyerekek, most komolyan mondom, tehát tényleg senki ne próbálja ki, ne csináljátok, fiatalok hallgatnak bennünket, ne kövessétek, jó? Tehát nem azért beszélünk róla, de komolyan elmennék egy ilyen családhoz karácsonyozni. Tehát náluk ez egy vagyok, tehát náluk, ha ez egy szimpla kedd délután, tehát mi van karácsonykor? Mi van egy születésnapon, ha ez egy kedd délután történt? Én konkrétan érted? Én így vagyok, náluk csak olyan volt, hogy nézd, házi szilva, 2 deci, 1 húzóra. Oh. Érted, ebből sok. Tudod, mi van a kétlet a kard oldalon? Azok a családtagok, akiknek nem sikerült. Ja, tényleg. Egyébként igen. Akiknek nem jött össze, igen. De elmondta a nő előtte, hogy na nézd, a pár is ezt szeret. A pár is azért jött hozzám. Szóval nálatok volt a családban ilyen önjelölt, én nem is tudom, bohóc, kicsit bolond, őrült, aki vagy sztorizott, és mindig ugyanazt, és te etted a levest, és tudtad, hogy 26 óra jön, és azt is tudtad, hogy egy adott pillanaton jön elő azzal a történettel. Vagy produkciózott, vagy bemutatott valamit, vagy szavalni kezdett. Mindenhol van egy ilyen őrült, após, anyós, nagypapa, nagymama, szülő esetleg, nem? Nálunk a születésnapok egyik legszebb pillanata még gyerekként, volt. Még kicsi voltál? Kicsi voltam, amikor az egyik rokon azt a dolgot szerette volna bemutatni, ez 10 éven keresztül minden szülinapkor, az ő szülinapján meg kellett volna nézzük, akkor délután 3-kor érkezett meg az a pillanat, hogy na most figyeljetek, unikum, kicsi pohár, feles pohár, figyeljé, fölteszem ide az orrom végére, és már azt mondtuk, hogy nem fog megállni, fölteszem az orrom végére, meglököm az orrommal, és bekapom. Ki volt? Ki volt ez a szerencsés? Engedjük el. Mert kicsit lapos volt az orra, tehát én föltette az unikumos parrat, aki meglökte az orrával, és hogy az majd befordul a szájába, és ő úgy issza meg. 10 év eltelt, egyszer se sikerült, elérkezett a 11. év, amikor az volt, hogy na most figyeljé, üresen fölteszem a poharat, megállítom, önstele, azt úgy fogom majd bele. Szóval tudod, hogy Zoli bácsi, ne!
Tényleg ne. És 13 éven keresztül minden egyes rohadt évben ezt a trükköt próbáltuk megnézni, vagy mi néztük is, de soha egyetlen egy alkalmas. Ha valaki később a családtagok közül, az már úgy jött, hogy Zoli, na, bácsi, Zoli bácsi, unikumus nem, 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 azt meg kellett várni. Figyelj, fölteszem a poharat. Na, meglököm az orrommal, figyelj, most sikerülni fog, gyakoroltam. És soha. És mindig, so, és mindig 13 év, és a mindig évben kellemetlenül érzed magad, tudod, hogy jön, a család felsóhajt, amikor túl van rajta, ugye? Jó, tehát, hogy nem sikerült megint. Igen. Ezért jó, ha minden évben születik egy gyerek, mert mindig van legalább egy új réteg, akit megtalálhat, akinek ez tetszik, akit érdekelhet. De azt sem értem, hogy hogy jön rá egy ilyen nő, hogy ő ezt meg tudja csinálni. Tehát látok egy hátvakarót, nem érzek ellenállhatatlan ingert, hogy lenyeljen. Vagy viszket a torkod? Vagy kezdett egy félrenyelsz, és kerehíg a gyomrod, és keresel valamit. Tehát, hogy hogy jössz rá egy ilyen képességedre? Hogy te a lányod előtt le tudsz nyelni egy hátvakarót. Tehát meglátod? Vagy látsz egy hosszabb cipőkanalat, és azon elkezdesz kísérletezni, rájössz, hogy megy a cipőkanál, akkor megy a hátvakaró is? Vagy hát, hogy jössz erre rá? Hát valamit keresett a gyomrába, ki akarta szedni belőle, az nem lehet, hogy mit tudom én, érted? Nézd már, csirkepörkölt, de te akarod menni az ajtón, érted, ott volt a kezében a kulcsom, de jött egy bejövő hívás, és a szájába vette a kulcsot, és elkezdte keresni a telefon. Utána lenyelte a izét, lenyelte a kulcsomot, és ott a hátvakaróban megpróbálta kihúzni. És a lány mondta, hogy vedd föl kis lányom, ez nem követendő példa, igen. Kazi azt írta, azt mondta a nő a lányának, fiatalkoromban csináltam dolgokat, amire nem vagyok büszke. Igen, és még eddig a gyomromban van. És lenyelte a hátvakarót. Nálatok valami önkéntes, valami Lőrinci presszóban, valahol családi összejövetelen? Ja, nem, nálunk csak az erő... Szavalás, pohárevés, bármi, mindig, ami... Mindig az erőművészkedések, illetve a... De az erőművészkedés, hogy valaki belenyomotta a kis ágyba? Le tudok vele guggolni, és fel tudok vele állni, és nem mindig sikerült vele felállni. Tehát egy ez volt a jó. Kellemet. Hogy ezért rakja még rá, fel tudok vele állni, és egy balra el. De ez nyomorú, de ez annyira nyomorú. Ne, vicces egy szórakoztató, persze, de hogy közben... Volt, az volt, csak olyankor volt gáz, amikor szegény anyámat is belekeverte a pánt. Na, ülj föl a hátamra. Nem, hogy úgy alázta meg a haverét, és azt mondta, hogy ezt meg Ica is megcsinálja. És jönni kellett anyukád meg megcsinálni? Igen. És felpakolták, de... Rápakoltak édesanyára a súlyokat, és fel kellett felállni. De mit tettek rá, egy rudat, egy fekvegyomó rudat? Hát egy rendes, hogy egy guggoló rudat, egy kétkezes súlyruda. És felrakott rá 50 kilót a pár, és anyám legyukolt, és felállt vele. És simán. Neked a nappali közepén anyádat guggoltatták egy ízé súlyzó rúddal, nem ám. És az volt a ciki, hogy a kocsikísérő haveré nem tudták megcsinálni. És anyám beleguggolt. És anyám meggugolt a szemfölmet, és főzött tovább. De ugyanúgy semmibe, egy mácsába guggolt bele, vagy egy 80-ban? Egy 50-esbe beleguggolt? Simán. Mama, azért van. Beleguggolt, fölment, aztán kavargatta tovább a rántást. És te közben ott tologattad a kis lepkédet, és gondoltad, hogy a családod ilyen? Apám úgy tudott alázni, hogy senki. És eljött az a példa, hogy Jamos Janika, te mutasd meg. Jó, annyira gyenge, jó, még az Ica is megcsinálj. Itt gyere már le. Simán megcsináltatta vele. Körülbelül egyébként ez egy ilyen... fiatalok voltak, bohémok. De nem képzel, elképzelek, én akkor mindig téged látlak gyerekként. Tehát ez ilyen történetnél, ha valaki elmesél, én mindig a gyerekre gondolok, hogy ő vajon mire gondolt, hogy ült a kis Janika, a kis, mit tudom, cumiával, mi ott állt a gumiszandálban, rövid nadrágban, és majd szolgáltam egy nagy lekváros kenyeret, és tök büszke voltam anyám. Igen, egyébként megvan a kép. Kis fehér zokni, szandál rajta, a kis kék adidas, vagy ilyen kis rövid, nejló rövid nadrág, egy fehér póló, amit lehettél, és egy óriási kis serci. És volt hogy ő az én muterom. Ő az én muterom. Egy jelvény, Magyar Vöröskereszt, meg alatt egy fővárosi gyógyszertári központ. Ilyenek voltak ott, meg másik oldalon pedig egy kiváló dolgozó csillag. Igen. Tehát mamának a referencia videója nem rossz. Tehát ha esetleg elválnak, és akkor felkerül egy randi oldalra, nem, azért azt gondolom, hogy ez a fajta videó ezzel azért így pillantok hát alatt. Mennyi tűnt el benne? Jellemzés. Egy méter. 49 éves, szeretek főzni, és egy videót be. és linkálsz egy videót, és abszolút megvagy. Mariana, árok, jeligére várunk. Igen. Na, nézzük a hallgatóinkat, ugye azt kértük tőletek, drága Morning Show hallgatók, hogy írjatok nekünk olyan családtagokat, akik szeretnek szerepelni, és különböző kúsztokat csinálnak különböző összejöveteleken, legyen szó tényleg szülőnapról, karácsonykor, bármikor, amikor kettőnél többen vagytok, úgy érzik, hogy elő kell állni azzal a trükkel, amit még nem csináltak meg, vagy már százszor megcsinálták. Nálunk a nagybátyám játszik minden lagzin légzongorán. Légzongorán. Hát Jópár Pálinka után.
Ez a, ő ez magáról a, nem tud. Ez a léggitárnak a komoly zenei megfelelője, ugye? Van a légzongora. De valószínűleg játszik a zenekar, játsza ugye aha. a kis mulatos dalokat, és az és utána tolja. Igen. Aposom, üvegpohár, hamutál, váza. Figyeld, minden összejövetelen. Ami a kezébe kerül, azt megeszi. Nem. Tegyetek ki fényvázát. Láttam ilyen talpon állóban üvegpohára tenni ember. Tehát az a típusú ember, aki megvárja, amíg sokan vannak, fejével összetöri az üvegpoharat, kér egy szalvétát a kezébe, tör egyet a fejével, kicsit megvágja a fejét, kicsit vérzik a fejem, és Sanyi, itt már mindenki ráfér, Sanyi ne csinál, Sanyi hagyd abba, megint el meg a por. Ha finom, ez nincsenek baja. És a vékony talpas poharat, tudod, amiben mit tudom, üdítőt töltenek, az a kicsi vékony, az jó ízűen elfogyasztja. Egy méterről láttam, nem hittem el. És utána nem pedig hittem el, hogy erre ember képes. Nem, és nem tudom, hogy mondta, hogy adjon már valamit, vele tudom folytani, és akkor kapott, mit tudom én, nem egy tudom. Egy fél pálinkát, meg egy házmesterfröccsöt is kész. Mert azt mondja, és minden összejövetelen. Meg tudod emészteni, de Sanyi megevett egy üvegpoharat. A szádat, azt simán el tudod vele vágni. Persze, és ebben benne van az, hogy kicsit a kezed, kicsit a szád, tehát az egész valahol egyébként nagyon nyomorult, hogy te ezt végignézed. Érzik a szádsanyja, bucsuk, borostam. És tudják, hogy Sanyi elérte azt a maligán fokat, ahol megeszik egy poharat. És már szóltak neki, hogy Sanyi, ma ne. És szólt a presszós lány, a kislány, hogy fogynak az üvegpoharak. Legyen szíves, ne egyen meg ma megint egy poharat. Mondta, Sanyi készülsz berúgni. Sanyi készülsz berúgni, ne ennek. És megeszi. Megeszi. Ez a Bölcsi utcában van egy nagyon kis kedves presszó, látogatjátok meg, nagyon tanulságos hely egyébként. A 14. kerületben, hát ott szép dolgok de történnek. De mondjuk mokkásporrat evett már? Nem, mindig csak ezeket a régi, a tudod, vékony falu talpas, igen. A legklasszikusabb, és a talpas sose ette meg, mert az egy kicsit mindig vastagabb volt. De csak a szárát meghagyta, mi? Megmaradt a szára, igen. De érek többen is, apám minden lagziban megeszik egy üvegporrat, tehát ez nem egy egyéni produkció, ezt azért így sokan csinálják. De hogy nem jó húsleves, és akkor áttérsz rá, vagy hogy? Eszedbe jutna poharat tenni. Apámnak mindent. Apámnak minden karácsonykor meg kell húzni az ujját. Azért ez is nyomorult. Jaj, minden ne, karácsonykor meg kell húzni az ujját. Ne. Na és mi jön belőle? Hát mit mondjak, rohadt nagy mutatvány. Ja. Már unokái vannak, most velük produkáltatja magát. Becsülöm, hogy kitartó az öreg. Tudod, amikor a gyerekek unják, akkor a 6 éves Pistike még örömmel húzza meg. Hát ha meg is gyújtják, akkor izgalmas. Izgalmasabb. Lopakodok a nagypapa mögé egy öngyújtóval, igen. Az aposom pártitkár volt, már 25 éve nyugdíjas, de minden családi összejövetelen mond beszédet, amely így kezdődik. Kedves elvtársak és elvtársnők. Az van ragyomos. Ezt Edi küldte nekünk. Nagyapám mindig elmesélte, hogy dugta vissza a babát az anyjába, illetve az anyába, amikor mentős volt, hogy a kórházba szülesse meg, ne a mentőbe, ezt minden összejövetelen elmesélte, Zaporozsec írta nekünk. Az ötödszörre már ezt a sztorit is unod, nem? Én nem unnám. Azért ez elég izgalmasan hangzik. Apukám minden családi összejövetelen előadja a japán számolási tudását, pedig nem is tud japánul. És ez mindig ugyanúgy kezdődik. Na, tudjátok is, hogy van a 10 japánul? És minden évben ugyanígy megy a sztori, fogadjunk. Hát tudjátok, hogy számolnak a japók, nem mondom. Fá, figyeljél! Ichini, Sarashi, Gokuruku, Chokoruku. Hát mondjuk, ha így mondja, az tényleg hát nagyon kellemetlen, de valószínűleg nagyjából így mondja. Igen. Na, írjátok meg nekünk még SMS-ben, jó, hogy hol vannak önkéntes szereplők a családban, mit csinálnak, mi a produkció, és mióta fárasztanak benneteket, jó? SMS számunk változatlan 06 745 00 00, jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 3:49 lesz pontosan 5 perc múlva. Jó reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak. Hát vannak elképesztő történetek, ugye, az önjelölt szereplőkről, családon belül. Ugye hírek előtt arról beszélgettünk, hogy egy angliai nő, nem tudjuk igazából az okot, se az érveket, nem ismerjük semmit, megmutatta a lányának, hogy kell lenyelni egy hátvakarót. Ezt tényleg senki ne próbálja ki otthon. És a kislány lelkesen videózza, nem tudjuk, hogy mennyire kislány, de levideózta az anyját. Azért elég szürreális lehet, hogy anyádat látott fetrengeni az étkező asztalon, miközben éppen próbál lenyelni egy hátvakarót. Tehát ez legalább annyira durva, mint amit elmondtál, Jani, az a sztori, hogy apád belegugolt. Hát, nagyon kemény. De hogy a gyerekként miket kell átélni, ugye, hogy a szülők
meg a szülők baráti köre azért milyen érdekes produkciókat tud csinálni. Én nagyon örülnek egyébként egy ilyen család, aki mit tudnak a televízióban, ahol így összejönnének ezek az arcok, és mindenki megmutatná. Zseniális lenne, egy ilyen civil, ki mit tud. De tényleg, csak a rossz, csak a bénye. Hogy ők miben jó. És ha valaki szeretné, ha tovább jutna Szabó bácsi, akkor szavazzon. Igen. Na, van egy hallgatónk, itt van a vonalban. Halló, jó reggelt! Sziasztok, hello, Rita vagyok. Hello, Rita. Na, nálatok ki az önjelölt mókamester, aki minden egyes összejövetelen mókázik? A papa. Papa? Kizárólag a papa, igen. A papa az nagypapát vagy apukát jelent jelen esetben? Nekem apuka. Apuka. Papa, és ő nagyon szeret karatézni, mikor kicsit kicsit. Már jó hangzik. Várjál, tud is? Tanítani a fiúkat. Nem tud. Nem tud, és úgy temett valamikor, de karatézni azt nem tud. Aha. Sok ilyen típusú filmet nézett már, meg Chuck Norris és társaim. Ja, hogy a papa egy ilyen önjelölt karatemester, soha egyetlen edzése nem volt lent, de úgy érzi, hogy nem, minden nem tud. Na, és mit csinál, vagy mivel fáraszt benneteken? Csak a picikét spicces, akkor odahívja a fiaimat, és akkor hágyzsibbe. És akkor a fiúknak be kell állni, és tanítja őket karatézni. Atya Isten, és szegény srácok mit szólnak ez, hogy csinálják lelkesen? Hát egy darabig csinálták, és már mondták, hogy most már mondják, hogy papa, menj aludni. Aha, tehát a gyerekek finoman menekülnek tőle. Igen, de most már van utánpótlás. Van egy pici unoka is, úgyhogy ő még ezek előtte van. Igen, az a baj az ilyen önjelölt embereknek, hogy mindig felbukkan egy fiatal, akinek ez új, és akinél ők úgy érezhetik, hogy ezt be lehet dobni. Igen. Mert hogy még nem látta, ugye? És meg kell mutatni. Már várom ezt a pillanatot. De most szobat a díszolágás lesz, úgyhogy... Biztos, hogy lesz meg, én folytatódik. Ideális terep. Akadémia 8. Ugye, és ti már mondtátok neki, hogy ne csináld, papa, vagy ez kellemetlen, vagy hagyd a srácokat, ők ezt unják, nem akarnak nem, karatézni. Azért aranyos. Mi jót tudunk rajta derülni. Aha, tehát ilyen... finoman nem mondtátok neki, hogy ezt ne csinálják. Nem. Uh-huh. Amikor a férjed először látta ezt a produkciót, mert ugye te nyilván gyerekkorod óta kapod ugyanezt, hogy na, akkor kislányom Hajime. Amikor a férjedet először bemutattad, és az első ilyen ünnepen a papa mondta, hogy na, akkor most ezt megmutatom, mit szólt hozzá? A férjem szerencsére simulasabb családunkba, tehát ő se teljesen normális. Ja, úgy könnyű. Ő balettozik. Nem balettozik, hárfázik. De minden karácsonykor. Az nagyon szép. Igen. Oké, köszi, hogy elmondtad, Rita. Csáó, szép napot neked. Hello. Szép napot, hello. Itt van velünk Laca. Hello, Laca, jó reggelt. Csáó, sziasztok. Hello. Szia. Na, neked is van egy barátod, akinek van egy nagypapája. Ja, igen, Szegeden érdegélnek, és kitalálta az öreg, hogy készülget a halálra, de kicsit viccesen, és ő 80 után fabrikált magának egy koporsót. De fabrikált magának ilyen fenyédeszkákból egy ilyen koporsót, de hogy egész jó, én láttam képet róla, és a szüli napján mindig egy olyan délután körül, mikor érkezik a vendégsereg, unokák, mi egymás, akkor ő azt kikészíti a nappaliba, felcipeli. Felhozza a nappaliba, tehát valahol tárolja, és oda viszi a nappaliba. Ja, tető az nincs rajta, tehát lehet látni, és halálosan komolyan eljárta az öreg, hogy milyen lehet majd akkor, ha ott állnak az emberek, és most azt is kitalálta. Ja, van egy unoka, akit a fia rávett, hogy ha már virágot visznek, dobják is rá, és most kitalálta, hogy a boldog szülinap helyett, esetleg mehetne ez a temetési valami, így rátuningolva erre is. Figyelj, és abszolút, tehát egészséges, lehet vele beszélgetni, elmondja, hogy miért csinálja, igen? Ne, ő csak azért, hogy szokja. Aha. Hát ez szerencsés. És hogy kell elképzelni, hogy megérkeztek, vagy a barátod, amikor megérkezik a családi összejövetele, papa már ott fekszik, vagy belemászik mindenki szeme láttára, és megmutatja, hogy majd milyen lesz, amikor ő... Nem, ő úgy szokta csinálni, úgy szereti, hogy ő már előkészülve várja úgy abba a pozícióba többieket. Nagyon jó az. És igazából nem is lehet tudni, hogy valóban megtörtént a szomorú eset, vagy pedig... De várj, azt képzeld el, hogy te mondjuk egy lány vagy, egy olyan csaj, aki elkezd járni azzal a sráccal, akinek ugye az apukája vagy a nagypapája, és megérkezett, teljesen ártatlan, hogy ilyen családi rendezés, és azt látod, hogy egy nagypapa tök fekszik egy koporsóba a nagyszoba közepén. Hadd mutassam be a nagypapámat. Papa, kelj már föl, hogy ez is nem hiszem. Tehát inkább az mehet, hogy maradj csöndben, semmit nem mondjál, csak tedd rá a virágot. És tényleg rá kellett dobni a virágot is, amikor mentek?
mentek? Vagy amikor ők mentek? Az egyik is csávó rádobta, de én azt javasoltam olyanéknak, hogy lehet, hogy meg kéne viccelni az öreget, én ott előtte játszanék el egy szívinfarktus, mintha éhalnék meg, és arra mit reagál majd a koporsóból az öreg. Felküldj be, fiam, helyettem neked más kell. Igen, egy gyors csere. És mit mond, hogy miért csinálja valóban azért, amit mondtál, hogy ő felkészül erre, vagy ő így próbál ezt erre rákészülni, vagy oldani nyilván a szorongását, és humorizál, ugye? Szerintem humorosan ez nyilván valami kis hóbort a részéről, de nem elmebeteg, tehát képben van az öreg. Hol tartja a koporsót? Lent a pincében. És ez egyedül fölviszi a lakásba? Nem nehéz, nem egy nagyon komoly robosztus dologra kell gondolni, de az alakja lekente, leszínezte, tehát szép igazából. Atya Isten, hát ez de ez tök jó, mert valahogy előkészíti a családot, és aztán nem lesz akkor a dráma, amikor sajnos bekövetkezik, mert előbb-utóbb ugye befog mégis. De ez nagy arc. Szerintem az is vicces lesz. Ez nagy arcra val. Figyelj, és te voltál ott, láttad, vagy ez csak fotón sikerült, vagy te részt vettél egy ilyen, és ott voltál tényleg? Nem volt szerencsém személyesen látni, csak mesélték a barátok, meg egy fotót kaptam telefonon keresztül, hogy ez tényleg igaz. Hogy ott fekszik. Én nagyon jó fej. Aha, és föl is öltözik? Tehát szépen öltönybe öltözik, vagy csak így a melegítőbe beugrik a koposa, vagy megadja a módját, és fölöltözik rendesen. Én úgy láttam, hogy öltönybe van, de ő amúgy is abba szokott részt venni. Esetleg el lehet menni úgy, hogy mindenki menjen feketébe mondjuk a születésnapjára, ha már... Aha. Papa nagyon kemény, a születésnapján befekszik egy koporsóba. Azért ez kemény. Hát ehhez képest igen, Laca, gondolom nálatok normálisan zajlik egy születésnap, tehát ez nagyon überelni nem lehet. Nem, általában nekem. Nyilván egy család is kell, aki ezt így végig asszisztálja, de nálunk nincsenek ilyen. Tényleg senki nem volt, aki az öregnek azt mondja, hogy papa nem áll. De, szerintem egy idő után már az, hogy papa másszom, ki legyen szíves, hogy papa másszom már ki a koporsóba. Hatodszorra már nem lepődsz meg, nem? Ha mondod, hogy papa, gyere már ki a koporsóba, léci, újak még a vendégek. Hát. Vagy lehet, hogy rá kéne gyártani egy hozzávaló tetőt, és gyorsan rácsögelni, amikor befekszik. Hát ennyi év után már lehet, hogy azon csodálkoznának, hogyha nem lenne koporsó, mi történt papa beteg? Egyébként igen. Hát ez szenzációs történet. Laca, köszi, hogy elmondtad nekünk, vigyázz magadra, ciao. Szép napot, ciao. Hello. Hát én őt imádom. Nagyon morbid, de nagyon szeretem. Nagyon szórakoztató. Nagy családi összejövetelekkor Tata feláll, most nem tudom, mit jelent, hogy Tata, tehát nagypapa vagy papa, felállt, és mindenki szeme láttára elkezdi szürcsölni a tepsiből az oldalzsírt. Az oldalzsírt. Azt mondja mindig, hogy azért iszik bele, mert azt hiszi, hogy te a... Nyilván azt szereti. Hát, na. Én az ilyen összejöveteleket imádom. És tehát én azt hittem, az én családom elég volt a 24-en, de azért ez szenzációs. Papa, tegye le a tepsi. Na mindegy, hadd igyál most. És papa szürcsöli az oldalzsírt a tepsiből. Ez szenzációs. Nagyon jó. Nagypapámat látogatva mindig öcsémmel meg kellett hallgatnia, hogy szintetizátorozik, pedig nem tudott. A billentyűk sorrendje fel volt írva. Nagymama mindig kényszerített, hogy tapsoljunk. Milyen frusztrált gyerekkor? Tapsoltok a gyerekkor. Ülsz az öcséddel is. Tapsoltok, mert akkor nekem hónap megint hallgatni kell, hogy gyakorol. Úristen! Nagymamám évekig néptáncolt, minden összejövetelen előadott valami. Ahogy idősödött, már anyámnak kellett, később nekem. A gáz most, hogy a fiammal produkáltatja magát, már kitagadta az örökségből, ezt Évi küldte nekünk. Atya Isten, milyen esemesek. Úristen. Nagybátyám nyugodjon békében, bérház harmadik emelet este 11 után, ő építette a templomi orgonát, a saját maga által épített templomi orgonán 2 liter bor után nekiállt klasszikusokat játszani. Lebeszélni nem lehetett, a szemközti házban is hallották, szomszéd másnap kérdezte, még nem sikerült eladni? Atya Isten, nagyon jó esemesek vannak egyébként. Nagybátyám minden családi összejövetelen Bruce Lee-nak képzeli magát, és mindig... vagy létrán akar átugrani, vagy... Mindenkit magára hív, ez a jó numa. Mindenkit magára hív. Magára hív. Mondván, hogy fiatal korában 20 emberrel verekedett, és Bruce Lee hangok jönnek ki belőle. De ez a küzdősport, ez miért ilyen központi? Olyan hangot ad, mint amikor a macskák bagzanak. Azért az megvan, amikor azt mondja, jó, igen, és na, most igen, mindenki. Családi összejöveten állsz egy kis virággal, egy kis borral, nem tudom, öltömény, és egyszer csak valaki megvan. Na, gyere, köcsön, na, gyere, hala, mozogjá, hello. Próbálj meg, hopp, hopp. És akkor ilyen komoly, egyet üts.
Figyelt, én ilyen lányra randiztam volna 20 éves koromban, mondom, figyelj, elveszlek. Úr, a családoddal együtt gyere. Igen. Én ezt imádnám. Azért egy nagypapa etvés, hogy neki áll Bruce Lee-zni, nem mondta, hogy nem minden jó család. Csinálja? Igen, jó, oké. Okay. Hozzád megyek. Elveszlek. Feleség. Akarom. Magára hívja. Figyelj, vannak még durák. Aposom. Minden összejövetelen előadja, hogy hogy vitték el a fogait az UFO-k. Ő a mi ember. Hát ez én a... ezt imádom. Hát gyerekek, nagyon betegesemesek van. Kamilla. De nagyon fura. Azért, amikor hatodszor meghallgatod, hogy... Én úgy tudtam, hogy a Patrikinak fia van. Igen. Atya, úristen. Apám nem professzor, és nem is doki, de minden családi összejövetelen specialistaként tud 20-25 percet mesélni az aranyeréről, ja. Majd 25 perc után szigorúan tanácsot ad. Tehát 25 percig mesél, na, utána jó, tanácsot ad, gyerekek, hogy mi történjen. Kérdés? Anyukám minden családi összejövetelkor, ez lehet, hogy már ezt olvastuk, már nem most egy korábbi adásban, az SMS ismerős, anyukám minden családi összejövetelkor bizonyos mennyiségi ital után elkezd szkanderezni. Természetesen férfiakkal, míg el nem tört a könyöke. Igen, mert egy ideig hagyod magad, de aztán azért jó, elég, mert puf. Gyerekek, mindig a gyerekek helyzetében gondoljunk bele, amikor részeg anyádat látod szkanderozni a konyhapulton, szerintem azért ott van. Azért az egy komoly sok a gyereknek, nem? És gondolom, jöhetett a májerkedés mellé, és utána valamelyik férfi megunta. Hát jó, akkor bele. Igen, nem tudom, hogy igaz az SMS morbid, de nagyon kemény. Kolléganő mesélte, hogy a keresztapja úgy halt meg egy közös családi vacsorán, hogy megmutatta büszkén az egész családnak, hogy kell egészben lecsúsztatni egy palacsintát. Nem sikerült, papa. De ez többször jött már neki. Ezt elviszem. De hogy fölemeljük, nézzétek. Kiakasztod a gigádat, és csúsztatod le. És legyenet. És egy ideig azt hiszed, hogy minden rendben. Jézusom, a könnyen folyik, szegény. Választatok durós, mákos, diós. Milyen legyen? Adj, és nem folyik a könnyen. Hát ezek elképesztő. Elképesztő SMS-ek. Figyelj, nálunk minden családi rendezvényen keresztapám a hatrugós expandert húzza ki. Ezzel dicsekszik. Egyszer összekapta az összeszőrt a mellén, azóta leállt róla. Azért az megvan, hogy papa egy kis klótgatyába, egy kis fehér kis atlétába megérkezik a hatrugós expanderre, te ott eszed a grill csirkét éppen finoman, nem tudom. Vagy csak lóg a nyakába és jön be, nagyon maga biztosra. Megy még. És a hatrugós expander nekiáll keménykedni. Három rugót se húzol ki soha a büdös életben. Hatrugós, az nagyon kemény. Atya úristen. Nem tudom, olvassak-e még? Én ezt az UFO-s fogasat, azt megkérdezném, hogy ez hogy. Nem? A bácsit. Hogy elloptál. Hát ő valahol elfeküdt. Fölhívod? Anna, itt vagy? Itt az Anna? Másnap nem volt a szájába a foga. Hát, valahogy meg kellett magyarázni. Az óriási lehet. Hogy mondja el? Hát ez, hogy? Hogy mit mond, ugye? Hogy igen, hova vitték? Igen, hogy a UFO-k elvitték a fogalmat, de hogy mikor és hogyan. Milyen esemény alkalmával. Most de valójában elhiszi egyébként? Szerintem igen. Engem most ez a palacsintás sztori fogott meg. Melyikre, hogy ráizgulva hát Mákosra? Ez mert ott, tudod, amikor már megindul lefele, akkor ott már sok mindent nem lehet csinálni. Ott már nem, harap, ott már úszol az ára. Igen. Viszont papa, ez nem sikerül. Igen. Ha én most járt akarok enni, jó vastag legyen az a tészta. A hívott mobiltelefon kapcsolásáig kis türelmét kérdezik. Jaj, de rendes, na, hogy jó, szóval hát tetszik. Na jó, hát ízig ráérünk. Kemény, a palacsintás kemény. Tehát az... Tessék, László, Kamilla vagyok. Kamilla, hello, Balázs Morning Show, szia, nem rosszkor? Szia, nem. Hello, figyelj, ez csak a történeted így megfogott bennünket, nagyon sok jó történet jön. Ez valódi, ez a történet, hogy apósod minden összejövetelen előadja, hogy az UFO-k elvitték a fogait? Hát ez valódi, sajnos, igen. Volt egy kellemetlen szituáció is, mert ezt előadta esküvőn, vacsora közben is, és ott voltak olyan családtagok, ami nem közvetlen családtagok, illetve még először találkoztunk velük, és így vacsora közben így mutatta is, hogy melyik fogát vitti, ez a helyét, a fogának a helyét mutatta, és így pont vacsora közben elég telemetlen volt. És mi a történet? Akkor legalább halljuk, hogy hogy vitték el, éjszaka? Vagy mit mond, nappal? Vagy mikor történt? Éjszaka álmába, igen, és mire ő felébredt, már a fogai nem voltak a helyén. És ezt minden összejött, akkor elmeséli?
Hát igen, igen, már kicsit unjuk, de hát azért meghallgatjuk, és mutolygunk. Egyre hosszabb és egyre részletesebb a sztori, gondolom, ugye? Igen, igen, és mutatja, mindig mutatja, tehát ez a lényeg, hogy ezt mutatja is. De, tehát papa nem is pótolta? Tehát azóta ott akkor van egy kicsi, egy 6 perces kis szünet ott a fogsorban? Tehát hogy úgy értem, hogy látjátok a nyomokat, vagy már pótolta, csak oda mutat, hogy ez itt hiányzott? Pótolta, most igen, most pont nem olyan régen, de tehát mutatja, mindig mutatja, hogy lássuk, hogy melyiket, hogy melyik, tehát részletesen. Óriási. És amikor megpróbáltuk meggyőzni, hogy papa, hát nem biztos, hogy UFO-k voltak, meg talán lehet, hogy kiesett, vagy történt valami, akkor mit mond? Hát rá szoktuk hagyni. Inkább ráhagyjátok. Ha egyszerűbb. Persze, minél ráhagyjuk, és akkor előbb befejezik. És mit mond, hogy miért vitték el az UFO-kat, pont az ő fogát? Tehát tudományos kísérletezés? Vagy csak szuvenír a földről? Hát ezt így nem mondja, végül is azt nem tudja, de szerintem inkább én kísérleteszésre. Igen, az egy összeesküvés. Az jó kis szitu lehet, amikor így úgy dönsült tag, vagy még így a családban, vagy vendég, vagy valaki elhívott csak, és egy kedves idős embernek az ínyét nézegeted, és oda szól időnként, látod, nem hiszem, gyere már, nézd ide közelben. Itt ez volt. Igen. Kamilla, köszi, hogy elmondtad, bocsánat, hogy rátörtünk, hello. Köszi, ciao, ciao. Hello. Egy-két utolsó SMS. Apám egy szint után a köcsögduda hangját utánozta háttalálva egy szekrényajtónál, vagy szobaajtónál, ujjait az ajtóra feszítve, ütemre rogyasztó térdekkel. Mozgása, mint a pelusos babáki. Ők szoktak így táncolni. Na jó, oké, köszönjük szépen az SMS-eket, hát sok iridlése méltó család van azért, ahol vagy szívesen elmennénk egy születésnapot megünnepelni. Szenzációs. Szenzációs SMS-ek jöttek. Családi kimitút kell, egyértelmű. Egyébként tényleg meg kéne csinálni. Igen, nevezd be apádat, aposodat, anyosodat, igen. Hármasugrás játszunk, már itt is van a hallgatónk. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki. Halló, jó reggel. Hello, sziasztok, jó reggel. Szia. Hello, Tomi, szia Tomi. Honnan hívtál minket, Tomi? Hol vagy? Igen, nagyon-nagyon régóta szeretnék veletek játszani, de a nevemet azért nem mondjuk ki, tehát Huba vagyok, és Kisvárdán vagyok, a Tomsiló kezelőt. Ja, igen, igen, jó, jó. Igen, jó vagy, lesz. Huba. Igen, jó vagy. Tomikám, nálatok a családban senki ilyen önjelölt mókamester van? Nem, hát a Skander, ez nálunk is megy, nem tudom miért, de ez ilyen... Az döbbenet. De neked is édesanyád esetleg? Vagy? Nem, a nagypapa volt ilyen, aha, még fiatalabb korában, most a legújabb az volt az a szintetizátor, hogy a kisebbi testvérem kapott egy szintetizátort, és hát ugye a nagypapa kántor volt fiatal korában, és hát ugye ő azt hitte, hogy ez a szintetizátor, ez ugyanúgy működik, mint az orgon, ahogy jól oda kell küldeni neki, mert egyébként nem szól. És akkor közben a lábát, azt mindig láttuk, hogy mozog, azt nem értettem igazándiból, de mondta, hogy hát pumpálni is kell ugye az orgonát. És hát 2-3 alkalom után mindig vinni kell a káziószervizbe az orgonát, mert tönkre vágja a nagypapa, mert minden állalat. Meg akarja mutatni, hogy az a hang az igenis ki fog jönni, amit ő elkészített. Oké, Isten, hát ez kemény. Igen, nem, és nem könnyű őket erről lebeszélni, ahogy nem, ez az SMS-ekben is kiderült. Nem, neki, hogy hát finom hangszer, meg hát az orgona, hát ez ebben van orgona hangzás is, hogy hát ezt finoman kell kezelni, mert ez már nem olyan, mint az orgona, hogy erősen kell nyomni, hát ebben benne van az, hogy előjönnek az emlékek, hogy milyen jó is volt orgonálni. Igen. Jól van. Na, milyenek a kérdések, Jani? Szerintem menni fog. Menni fog? Menni fog. Most van egy érzésem. Mehetünk, Tomi? Mehetünk, vágjunk bele. Jó, így szól az első kérdés nyakbalkasztóért. Milyen falevele látható Kanada zászlaján? Juhar. Így van. Így van. Juhar. Menjünk tovább? Menjünk tovább. Így szól a második kérdés. Sapkasál? Sapkasál. Sapkasál. És harmadik. Kezdődik, illetve más testrészekre is. Sapkasál. Hogy nevezik idegen szóval a rózsahimlő nevű gyermekbetegséget? Rubeola. Rubeola. Na. Mi legyen a harmadik kérdésem? Ott is kockáztatok mindent. Hát, ha elbukod, akkor bummozhatsz, de ha viszed, akkor megvan minden. A harmadik ajándék az most ugye a óra. Gömbök kikerültek, most az óra, óra. Újra a harmadik, igen, ajándék. De ha elveszted az óra. Élmény örök. Hát, jó, egyszer élünk, hát egyszer sikerül végre bekerülni, akkor vigyük végig. Jó. Próbálj meg. Itt szól a harmadik kérdés dedikált óráért. Ki alakította Michael Corleone-t a Keresztapa film trilógiában? Ne kapkodj. Michael Corleone. Hát volt az Al Pacino. Az a Marlon Brando, nem Michael Corleone, de ő volt az Al Pacino. Hey,
Azaz. Ugye Don Vito Corleone-t Marlon Brando alakított. Marlon Brando, igen. Al Pacino volt az, aki mind a három filmben benne volt. És mind igen, ezzel gondolkodtam én is, hogy a Marlon Brando benne volt mind a háromban, de azt hiszem, hogy csak az elsőben volt. Igen. Illetve a, ugye a Robert De Niro és az Al Pacino is közös, nem volt közös jelenetük, de mégis ugye itt játszottak közösen. Így van, mert igen, a film a Don Vito-t játszott. Igen, aztán jött a Szemtől Szemben. Hát igen. Az volt óriási, óriási film. Igen. Illetve az apádra ütött. Igen. Tomikám, megvan minden, sikerült, elvitted a komplet ajándékcsomagot, jó? Nem hiába atomsilló kezelő lehet. Hát, okos. Igen, maradjunk a Huba és atomsilló kezelő. Köszönjük, Huba, hogy játszottál velünk. Nagyon szeretnék játszani veletek, de baromira titkos, hogy honnan telefonál. Igen, igen. Köszi, Tomi, vigyázz magadra, ciao. Köszi, sziasztok. Köszi, hello, hello, hello. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Na, 9 óra múlt pontosan, 1 perccel jövünk Ákos hírei után. Itt a Klassz FM-en. 9 óra múlt, 14 perccel, jó reggelt kívánunk mindenkinek, drága hallgatók, itt vagyunk, és vannak friss közlekedési híreink is. Kelebi a vonalon sintörés van, Kunszent Miklós felé késnek a vonatok. Ezt Kavics küldte nekünk. Hát gyerekek, ha eltört a sín, akkor az egy masszív a késés, nem? Gondolom, viszont, nem, hogy oda mész, hogy kicsit elkezgeted, aztán nem, tessék tovább menni. Nem, mondja, vagy keresztbe fektetnek rajta valamit. Az ott csúnya, egy igen. Egy fémlapot. Hát aki ott ül a vonaton, vagy azon járat valamelyikén, azoknak kitartást kívánunk. Még mindig dőlnek az SMS-ek egyébként, hogy kinek mit csinál az apja, a nagybátyja, a bátyja, hogy vonyít, hogy ugat, hogy expanderezik, húzózkodik. Bukfencezik a betonon. Bukfencezik, összetöri magát. Óriási, óriási SMS-ek vannak, de lezártuk a témát, köszönjük szépen. Csepelen a papírgyárnál lézereznek a rendőrei, ezt Sas küldte nekünk, valamint Veszprém megyében nyáradon mérik a pápa felől érkezőket, úgyhogy ott is mindenki menjen egy kicsit lassabban. Azt nézem, hogy van-e még valami friss esetleg, amit nem mondtam. Szolnok, Szanda Szőlősön gyalogos gázolás történt, jelenleg helyszínenek torlódás van Rákóczi falva irányából, valamint trafi a 47-esen Mikepércsen a benzinkútnál, mínusz 12 fok és napsütés. Ezt Csabesz küldte nekünk. Tegnap beszéltünk arról, bocsáss meg félre, hogy a szabad vágtam, és át is adnám rost. Tessék, parancsolj, miről beszéltünk tegnap? Azt akartam mondani, hogy tegnap beszéltünk ugye arról, hogy valamilyen személyes tárgyunkat majd egy ilyen internetes piactéren majd árverésre fogjuk kikiáltani, és akkor majd ezt el lehet vinni, és megnézzük, hogy mennyire kíváncsiak rá az emberek, és én úgy látom, hogy Balázs már megpróbált tegnap egyedivé tenni egy bögrét azzal, hogy nem most el, miután abban ebédelt. Na most csak reggeli volt. Na most sajnos nem tudtam ellenállni a kísértésnek, és megtisztítottam, tehát már nem annyira egyedi a pohár, de ha gondolod, még egyszer beleszáríthatod. Halott még. Hát te odaadom a mait. Ja, az is jó. Hát nem gondolod. Tényleg ez volt vele a célod? Hogy? Hogy egyedivé tegyed? Hogy mindenki tudja, hogy az a tiéd volt? Látszik rajta, hogy én ettem belőle nagyon? Most abból, hogy például a doboztej kimaradt az én asztalomon, tegnapról, az én asztalomon a tej kint, értitek? Úgyhogy már nem is nagyon kellett melegíteni reggel, mert már meleg volt. Illetve ott volt a dedikált pohár, amit már te dedikáltál, illetve én dedikáltam, tehát Ferinél nem lehetett, mert akkor is dedikálhatta volna. És benne volt némi kis zab, egy picit így bele, hogy is mondjam, csak gravírozódva. Azt te lehetsz hazab, akkor azt te vagy. Bizony. Akkor nem volt könnyű dolgod. Nem. Hogy picit nagyobb lett volna a bögre, akkor bele is mászhattam volna, és kimászhattam volna a falán, mert úgy rá voltak ragadva, és akkor a darab zabok voltak. De tudod, ez olyan, amikor a kisgyerek elmegy bringázni, de tudja, hogy az apja még ott áll mögöttve egy partvisnyéllel, és nem bátran megy, mert ugye, hogy nem esik el. Tehát azért merem ott hagyni azt a bögrét, mert tudom, hogy puhára esem, mert tudom, hogy te ott vagy. Így van. Tehát, hogyha te egyszerint nem lennél, akkor nyilván eltenném azt a bögrét az asztalottól, de van az az érzelmi biztonság, amit te adsz nekem, a jelenléteddel, a gondoskodásoddal, hogy reggelre tudom, hogy már újra elmosva, lefordítva, ott van az én asztalomon. De a tejjel mi volt a célod? Aludtej? Ezek a mai tejek, ezekből már nem csinálsz aludtejet. Ez a UHT, ilyen kezelt, olyan kezelt, régen kitett egy liter tejet, másnapra aludtej volt, 3 évig kimarad az asztalon. Nem is volt rutinod, látom. Hát kimaradt néha. Gyerekkorban mindig aludtejet kellett innom, gyűlöltem. Drága nagymamám minden reggel itatott velünk fahéjas aludtejet. És egy idő után megkedveltem. Fahéjas? Igen, mert ő nagyon hitt abban, hogy probiotikus, és aha, hogy egy pici, van lejátszukor pici fahéj, és hogy igyuk meg, mert egyébként szörnyű az aludtej, és akkor ott láttuk, hogy ahogy az alja kezd áttetszővé válni, tudod, jön föl, le, minden, akkor mondta, hogy akkor összekeverjük, és akkor... De volt egy ilyen kísérletezési fázis. Na, látom, a kurkumával nem jött be, akkor nézzünk egy kis fahéjat. Akkor legyen egy kis fahéj. Na mindegy, szóval te vagy nekem az érzelmi háló. Te vagy itt az én érzelmi esernyőm. De jó. És azért merem otthagyni az asztalodon, mert tudom, hogy jön az én érzelmi esernyőm,
az te vagy, és majd te elrakod. De jó. Ha elmennél egy hétre Szabira, csillivillin elpakolnál. Akartam mondani, hogy tavaly, amikor nem voltál két napot, te úgy mosogatott, úgy igen, mosogatott abban, még utána te, még mondtam, hogy még a tiédet is elmosom, meg a tiédet is elmosom. Ott álltam. Tehát te vagy a légtornász, akinek a kedvéért az emberek jegyet vesznek a cirkuszba, viszont én vagyok a légtornász alatt a háló. Aki vigyáz. Aki miatt bátor. Akire senki nem figyel, de mégis milyen mégis fontos. Mégis ott van. És ha nem lenne ott, akkor te se lennél olyan bátor. Nem. Ha nem adnád ezt az érzelmi biztonságot, hogy elmosod a rohadt bögrét, hidd el, hogy... Elugorjak, ne ugorjak. Vajolá, befostam. Miért nem teszed egyszer tanító jelleggel vissza az én asztalomra úgy, hogy úgy hagyod? Mert úgy visszatennéd másnak. Azért is igaz, hogy akkor én újra visszatenném. Sajnos ez nálad egyáltalán nem működik. Igen, az igaz, hogy megnézném, és keresnék egy tisztát. Tehát, hogy ez se sikerült. Nézzünk egy tisztát, és valószínűleg elvenném a te tisztádat. Ez a nagyobb baj, hogy talán egy tisztát, de az a tiszta az én tiszta bőkrém lenne. Mi hallgatik, ez nem tudja, hogy olyan lopások mennek egymástól, a te asztalodról, én asztalomra átcsempészek a te kajádat a hűtőből, a Ferinek az asztalára, hogy ott hagyott bor másnapra nincs ott, mert titokban viszem, rámarok, szedem, elveszem. Olyan mafiózás megy itt, gyerekek, hogy az, igen. De az összes munkahelyen ez megy. Kicsit mindenki mindenkitől nyúl, nem? A másik tolla, a másik, nem tudom, a hűtőből posztítja. A kaja. Mondja Gyuri, a hűtőben a kaját szerintem szemétség megenni, kivéve a Jani Rudiát. Igen. Te mondod! Nem! Teszed szem mindenkitől mindent. De mit csinálok? Nem kérdezed meg. 10 óra 20-kor azt mondja, hogy sziasztok, elmentem. Csöndben várok, sumin hallgatok. Még szólsz, hogy mondom, ezt a bort... Szia, Jani! Holnap, aha, és utána már csak te vagy bent általában, Júli, mert ketten maradunk ugye utoljára, igen, legtöbbször, oda sétálok a hűtőhöz, és felkeltása, hagyott-e valamit itt a Jani? Igen. És kicsit meg van sértődve, ha semmi. És kicsit meg vagyok sértődve, hogy nem. És kinyitom a hűtőt, és látom, hogy egy félig eldugott joghurt hátul, mondom, nézd a kis ravasz, azt hiszi, nem veszem észre, de jó legyen, nem nyúlok hozzá, tudod, egy ilyen kis joghurt. Rudi, semmi. Becsapom is Júliának, mondom, hogy hát már semmi. Hát nem hagyik semmi. Hát fiam. Megette. Hát igen, milyen ember az ilyen, most már babra, mert ugye ott vannak a kis, hogy hívják, kis aszalgyümölcseim, meg ott vannak a zabok, amikre kvázi te szoktattál rá újra Gáborral karöltve, és amióta zabozok, azóta nem rudizok. Aha! Ez nem az, nem az, aminek hallatszódik. Én örülök, hogy nem rudizol. Mit? Örülök, hogy nem rudizol. Igen. Hisz, ha én is rudiznék, akkor nekem is lenne egy címlapom. Nagyon nagy baj lenne. Na, de csak mondom, hogy az én asztalomon volt 1 kiló zab. Igen. És én 3 hónapig nem ettem. Mint az állat. Bocsánat. Tehát azért itt... ugye, hogy azért kerüljön a mérleg másik serpenyőjébe, és hogy egy másfél kiló zabot úgy lezabált az asztalomról 3 hónap alatt, csak ma reggel ettem először, hogy tegnap megnéztem, hogy az alján 3 darab személy nézett rám. Az egálhoz még sokat kell zabálnom azért egyrészt. Másrészt meg hozzá sem nyúlt. Te kibontotta, és engem rohadtul idegesít, hogy bont ki. Balázs, hogy bont ki egy zacskót? Minden normális ember oda megy, és egy ollóval levág a csücskéből egyet. Balázs foggal letép belőle egy akkora darabot, hogy gyakorlatilag már nem is kell megdönteni, mert dől ki belőle órás száján, és azért kezdtem el lenni belőle, láttad, hogy ne legyen romlik, minden tiszta mi? Zab azon a rohadt asztalon. És aztán meg így rákaptam. Ezt ennyi. Bali, hajvaxot mikor hozol legközelebb? Nem, már nem nagyon nem használok. Miért? Nyikorognak otthon az ajtó. Kéne? Hát mi meg az Annával arra járunk rá. Rájártok a vaxomra. És én vagyok a tolvaj, én vagyok a rendetlen, igen, én vagyok az, aki mindenkitől mindent elveszt, közben eszitek a zabomat, használtok a vaxomat, ültök a székemen, érted? Hát ez milyen világ? Ez én vagyok a szemét, aki kinyitja a hűtőt. Akkor legyen az, hogy legálisan kimondjuk, hogy mindenki mindenkitől szabadon rabolhat. Ne, ezt nem mondjuk ki, mert így most mi történik? Bejövünk reggel, és vidáman belehazudunk egymás arcába. Szia, megettem az avodat, rohagy meg, megettem a rudidat, te meg azt nem tudod. Akkor mondjuk ki, de akkor gyertek át vaxozni, én belenyúlok a hűtőbe, és legyen egy ilyen szabad rablás asztalok között, ez a titokban elvesszük, de engem megkövezünk, ti ugyanúgy loptok, és most végre bevalljátok, ez így nem korrekt, mert megint én kerülök bokorra a szemét, ti pedig menj be. Nem mindenki tudja, hogy te veszed el. De ti is ugyanazt csináljátok. Megeszed a zabomat, használod a vaxomat. De ő csak kicsit. De az én zabomból bármikor ehetsz, ott van az asztalomon. Csak te nem szereted a nagy szemét, az apró szemét szereted fenn augusztusod. Az enyém, ott van, érted? Igen, de tényleg. Ha ezt kimondjuk, akkor elszabadul a pokol. Ne! A pokol így is elszabadult, Feri, csak ha a fejünket a homokba dúbjuk, és úgy lopunk egymástól, hogy közben belemosoljunk egymás arcába. Akkor mosolyogjunk úgy, hogy tudjuk, aha, hogy te loptad el. Uh-huh. És 2 perc alatt mindenki a reklámszünetben kín van, és pakolja el az asztalán, mert mindenféle dolgok neked vannak. Neked ez úgy se kell. Meg a pokol amúgy is akkor szabadul el, amikor Roli reggel bejön és elmegy klotyóra. az meg a másik. De gyerekek, mindenki csinál egyébként ilyen legális csalásokat otthon. Nézzük akkor meg, tessék.
ki miben lusta. Ugye van ez a tipikus férfi csalás, amitől a nők és a háziasszonyok agyvérzést kapnak, ez az utolsó korty visszatesz, zokni otthagy. Hol próbálsz egy kicsit csalni otthon? Tessék, nézzük meg ezeket a... Mi ez az zokni otthagy? Hát levetted valahol, valahova tenni kell, nem? Hát ott kell hagyni. Na. Hát akkor én nem vagyok zokni otthagyó. Tehát én nagy hűtőben evő, utolsó falat, kicsit meggyőzöm magam, hogy még van benne, és azonnal vissza. A Viki agyvérzést kap. Ezt kidobjátok? Tehát utolsó korter, bármi bent van, lábos jó. Az megvan. Kimossa. Hát, igen, lesz. Kiveszed? Hát náluk az van, hogy ugye akinek utoljára marad, akinél elfogy, akkor azt szépen eltávolítja róla. Jó, de hát ilyenkor csinálod ezt a tejjel, hogy még van benne kettő kor, de nem iszod meg a két kort. Hanem benne hagyod. Csak, tehát más felett, és akkor azt mondod, hogy nem az enyém az utolsó. Ez így van, tehát már amikor veszed, ki érzed, hogy ebből nem lehet egy nagy kort, mert akkor ki kéne dobnod, az nem jó. Lefelezed a kort mennyiséget, meggyőzöd magad, hogy ebben még van, és visszateszed. Ez így van. Csak most nem akarok mószerolni, mert amúgy sem hallják otthon, de ha hallják, akkor most a szemedbe mondom, kell Monika. A fülete, hogy például kaptunk karácsonyra egy nagyon szép, ilyen exkluzív ilyen marcipán desszertet. És ilyen kis golyócskák vannak benne, jó sok. Illetve jó sok golyócska volt benne. Most egy ideje már csak egy darab van benne. És ez az egy nem akar elfogyni, miközben én egy darabot nem ettem belőle, de az az egy azért nem fogy el, mert hogyha az az egy darab elfogy, akkor aztán azt a dobozt valakinek valahova el kell vinnie, el kell olyan tüntetni, meg ne az legyen, hogy én ettem meg mindet. Gondolja a lejjen. Így van. Nem én ettem meg mindent, te is ettél belőle egyet, de ettél. Igen. Ez ugyanaz, mint gyerekkorban a kockacukor. Tudjátok, azok a mokkás dobozban voltál. Hogy leettél kettőt, akkor kiszúrták. Igen. Ez egész sort le kellett enned, vagy két sort, vagy három sort, vagy négy sort, akkor nem vert meg apád vagy anyád, hogy belezabáltál a kockacukorba. Emlékeztek? Elvettél kettőt, hiányzik a kockacukorból, mert hát akkor az ugye hiányzik volt, nem volt minden háztartás, hogy kockacukor. És az egész sort. Gyerekkorban lehetett, akkor anyád nem vette észre. Ha nem vetted, nem etted meg, akkor ugyanaz. Tehát vannak ezek a nők miben csalnak? Vagy ti csináltok ilyet otthon, vagy inkább csak idegeskedtek azon, hogy mi miben csalunk férfiak otthon? Hát zokni az ágy mögött, mit tudom én, papírzsebkendő éjszaka, kifújod az orrot, nem dobod ki, ledobod az ágy mellé. Ilyeneket csinálnak a pasik, nem? Csinálnak a pasik. Én nem nagyon tudok így magamról, hiszen hát nyilván tökéletes vagyok. Igen. De amit a Jani mondott az előbb, én is üzenném a drága uramnak, Péternek. Tehát a hűtőbe visszateszi az összes szeletelt dolgot, tehát mondjuk szeletelt sajt, és azt gondolod, hogy van benne. És így fölhúzod a fóliát, ugye egy visszaragad egy picit ott a vége, ilyen ragacsos, na hát nincs benne semmi. Hát, szeletelt szalámi, nincs benne semmi. Vagy rosszabb esetben ott benne egy darab, igen, tudod. Igen, de általában nem, az üres csomagolást teszi vissza a hűtőbe. De tényleg. Zokszó nélkül megteszem. De ez te miért? Tehát én úgy nyitom ki ezeket a szeletelt szalámikat, hogy félig, úgy, amíg belelátok, kiveszem, de mindig meggyőzöm magam, hogy még biztos van benne egy. Ez az. És megy vissza a hűtőbe pont azonnal. Így. De ugyanazzal a mozdulattal tudnád egyébként kidobni. Igen. De valahogy ott van a helye. Onnan vettem ki, oda teszem vissza. Ez azért, hogy amikor a feleséged megy el vásárolni, benéz a hűtőbe, jó, szalámi még. Na az ez van. Az, pontosan erre szoktam rászaladni. De hát mondom, ott a szeletelt sajt, két csomag, mind a két csomag üres. És akkor nézem, mondom, atya úristen, ebbe sincs, abba sincs. És szépen megeszegeti belőle, és visszateszi. De már jártam itt Turó Rudival. Hoztam be hajnalba, kinyitottam, benne az üres. Kész. Ki ette a ez expert, ez haladó. Ki eszi a túró... Ez még benne a vissza is igazítod a papírt. Én nem tudtam, hogy ebbe tudok újatani. Mert a Turó Rudit kidobom. Ki eszi a Turó Rudit a hűtőből, és a igen, papírt visszateszi. Igen, mert tudod, nem haladó, így tépi le, hanem így széthúzza. És akkor még kvázi, hogy kirázza belőle, ilyen pufi, tehát mintha benne lenne. Aha. Valóban, és akkor megnyomod, mondom, ez csak a csomagolás. Jó, tessék, budi papír, nagyon nagy közhely, tessék, ki csinálja. És aztán visszateszed. Tessék? Nálunk háromszor, négyszer jó, azt tudom, spórolunk a budi papírra. Nálunk mindig ott marad a maradék. Mármint a... Márhogy nem a budipapírnak az a rolnia, ami a túró. Az nálunk is. Felrobbanok tőle. Hát de miért? Ő még tudta használni, nem ő akarja használni, te fogod használni, akkor te tegyél újat. Leszedi, kiszedi, kidobja, tesz helyette újat. Ne nekem kelljen. De ő már végzett, ő már minek tenne? Neki már, érted, kész hát van. Hát éppen ez az, hogy ő már végzett. Ő már, ő már ráér. Ne nekem kelljen már ott totyognom ide-oda és keresni, hogy hol. Hát vagy úgy gondolkodik, hogy neked lehet, hogy melósabb, és neked a kis guriga része is kell. Vagy szükséges. Igen. Trombitának, ilyen csákónak. De hogy nem értem ennek a pszichológiáját, mert egyébként nem nagy dolog kidobni. De hogy mit csalunk el vele? Mi az a plusz egy mozdulat? Tényleg nem értem.
A szaloncukor még, ami nálunk ilyen. Hogy? Visszacsomagolt fogadjunk. Így van. És azt utána a fára? Persze. A fára? A földíszít, és ott állsz, és akarsz enni egyet, és megfogod üres. Megfogod üres. Megfogod üres. Emlékeztek a vegyes szaloncukrokra? Amik ugyanúgy voltak becsomagolva, mindegyiknek ugyanaz volt a csomagolása, csak amikor kicsomagoltad, akkor látod, hogy fondant. Akkor zselést megeszem, a fondatos visszacsomagolom. És a vége az volt, hogy az egész rohadtfán nem találta egyetlen zseléset, csokis zseléset, csak fondantosat, amit senki nem evett meg, mert nem ízlett senkinek. Ez mindenki utálta, igen. Tusfürdő, sampon benne hagyása, utolsó csepp, ki nem dobás, nagyon klasszik. Igen. Na, illetve a gyerekek... Én zuhanyzom, nálam a zuhanyzóban 4 darab van, és még ne dobja ki a Viki, még mindegyikben van egy kicsi, 3 hónapja nem nyúltam hozzá. Nálam a gyerekeim fejlesztették ezt tökélyre, amikor szanaszét hagyják a játékaikat, és azt mondják, hogy még játszom vele. Ne tedd el, amikor ráparancsolok, hogy pakolj el. A büdös életben nem jó soha hozzá nem, többet. Persze. Nem, is én fogom elrámolni. Majd felháborodik, amikor elrakom, hogy ő még játszott azzal, pedig ott van már 3 hete, és átesek rajta. Postaláda, reklámújság, kivesz, máshova bedob. Nem. A legnagyobb szakértője vagyok. De a sajátodból. Nem. Hát kinyitod a postaládát, azokat a leveleket, amiket látod, hogy hivatalos számla, kiveszed, és az összes többi papír nem jó, mert betörnek állítólag. Miért? Mert figyelik a postaládákat, és ahol sok a bedobott reklámújság, azt gondolják, hogy nincsenek otthon, és ezért betörnek. De ha egyszer te lesz reklámújsággal, nem értem, akkor utána nem fogja tudni betenni a postás. De nem lesz egyszer, csak így harmadjára, mert most akkor ezt kiveszed, ki kell vinni a hulladékot. De elviszitek, kidobjátok? Én azt sem kivettem régen, amikor ugye társasházban laktam. Hát persze, hogy átrakod. Hát persze, hogy átrakod, Feri. Nem értem a felvetést. Hát hogy ne raknád át? Hát 10-20-30 méterre van a kuka. Tároló. Aha, minek sétáljál annyit? Nem mész oda. Szépen elszortírozod. Ha még lelkiismeretes, hogy megnézed, hogy egyébként kinek nincs, és oda dobod be, ha nem nagyon nézed, meg egy pizza oda, egy időd, és beszórod. Kidobjátok? Hát persze, elmész szelektív. A tiédbe szerinted hogy került bele? Ugyanúgy, hogy 3 szomszéd a tiédbe is beledobta. Ne gondold azt, hogy a tiédbe nem dobta be senki, a tiédbe azért van 8 darab. Ugyanúgy bedobálják. De 3 évvel ezelőtt egy kört bedobtak, és azóta azt rakosgatjuk egy. És azóta az megy, tudod. Meg Feri, teljesen egyértelmű, bocsánat, hogyha van ilyen a postáltatok a bedobva, akkor oda kell bedugni, ahova ki van írva, hogy köszönjük, reklámanyagot nem kérünk. Ennyi. És van abban valami mini kielégülés, amikor egy rohagy. Te is vagy, tudod, kicsit ide, kicsit oda bedobod, nem? Kivihetnéd a kukába, de szerintem, gyerekek, ha ezt őszinte mindenki bevallja magának, 10-ből 8 nem viszi kukába. 2 lelkiismeretes kiviszi, 1 stréber, mondjuk 10-ből 7 nem dobja ki. Átdobja a többibe egyszerűen. Nem? Sose dobtam át. Nem dobtál még át? Soha. Mit, kidobod? Ki? Hát miért dobnám át? Hát most ugyanaz a mozdulat bele szuszakolni. Dehogy ugyanaz a mozdul. Hát dehogy is, hát ha van egy csomó reklámpapírod, az azonnal elszortírozod. Bemész, nyitott, koszos tesz a kezed, neki, ezek a vasajtok, ugye a kukatárolók, elhúzott, büdös. 10 métert sétálni kell, hallottad? Én nem azért, én dobtam át, én dobtam át, most a barátod vagyok, remélem, én dobtam át, csak az volt a kellemetlen, hogy a reklámújságban benne maradt a számla. És visszadobták, tehát, hogy és itt hozzá egy posztitet, hogy a számla, hogy ezért, de nem hiszem, hogy tudja, hogy azt én dobtam, de a számlát visszakaptam. Az mekkora bukó azért, hogy úgy dobod át a reklámújságot, hogy ott marad a számla. Azért az elsőre gyanakodhatsz arra, hogy a postás elnézte, de nem nagyon szokta. Ezért kell vigyázni vele, tehát ha vastag a pakli, akkor sajnos át kell nézni. Igen. És akkor utána kell átdobálni. Nagy raktáráruháznál, ahol néve szóval küldik egyébként ki a reklámanyagokat, és rajta van él. Igen. Ami még klasszik, ott, ha jós, az a kuka, a szemetes, amikor már így pupusodik. Még egy kis kávézac, még oda befér, és az végén az egész leborul, és neked kell takarítani, és összeszedni az egészet. Tehát jobban jártál volna, hogyha 2 körrel előtte kiviszed. Na, látod, tehát te vagy a hibás, mert 2 körrel előtte nem vitted ki. Ja, ezek az otthoni kukák, tehát nem amikor te vitted. Az otthoni kukák, persze. Érted? És most, de Júli most végre szint vallott, mert nyilván ugye az a hites ura még ráteszi a kis akármit, az leomlik. Neked ki kellett volna vinni 2 körrel előtte, és kész. Írja egy hallgatónk, nagyfiam megtanította az öccsét, hogyan kellene egy magyarokrémet úgy megenni, hogy az kívülről ne látszódjon. Az nagyon jó. A legnagyobb. Zseniális. Körbeszed, és belül teljesen üreges az egész, de kívülről úgy tűnik, mintha minden oké lenne. De király. Abban nagyon... pillanatban, hogy megemeled az üveget. De és ezt miért csinálod? Hiszen mindenki tudja, hogy tehetted meg a családból, érted? Ha vagy mert, 4-en. Mert nem fogy, nem jönnek rá, hogy túl gyorsan fogy. Tehát ugye, ha sokat eszel, akkor rátszólnak, hogy ne egyél ebéd után kevesebbet. Igen. Egyél, így viszont nem látszik a mennyiségi fogyás. Vagy később derül ki. Vagy később derül ki, és nem tudják, hogy ki ette meg. Ha 3 nap alatt bekerül a hűtőbe, megeszed, azonnal kiderül, hogy elfogyott a fele. Ilyenkor egy hónap után már ugye nem tudod visszanyomozni, hogy ki ette meg. És ilyenkor jön a klasszikus érv, hogy jaj, ez már mikor elfogyott. Ja. Jaj, ez már. Mondok még egyet.
vannak ezek a nyomós dolgok, mondjuk régen volt ugye itt írja egy hallgató sűrített, mi azt nem vettük, majonézes torma, stb. Nagyon, nagyon primitív, kinyomott belőle, és visszafújott, írja a hallgató sűrített. Ők sűrítettéjét csinálnak, én a majonézes tormát csinálom. Visszafújott nagyon. Mintha szégyen lenne, hogy megetted. Addig se kell kidobni, visszafújott nagyra, az egész pak nagyon két gram, mert érezni, hogy belül már nincs semmi, visszatekered, berakod a hűtőbe. És meg is vagy. Soha sűrített tejet, majonézes tormát, soha nem fújtatok vissza? Nem, ezt nem, ne? viszont ahogy hívják a majonéz, illetve a ketchup ütögetése addig, amíg még egy gram is van benne, hogy tudod, akkor amikor nála lesz, ne az legyen, hogy nálam fogyott el, hanem ütögeted, még egy-két gram legyen benne, még volt benne, amikor élettem. Igen, igen. Azt is mennyibe kerülne kidobni? Egy mozdulat. Az ütögetéssel több energiát emésztesz fel, mint hogy kidobnád, de inkább még egy kicsit ütött, hogy ne neked kelljen kidobni. Egy közeli rokonom, kamasz fia, nyáron nagy bulit rendezett, és a nagypapa házi pálinkáját megitták, és visszatöltötték vízzel. De ez eddig, akkor senkinek se tűnt föl, és képzeljétek el, hogy ajándékba odaadták valakinek ezt a házi pálinkát. Egy üveg vizet, mi? Egy üveg vizet, és utána szóltak, hogy hát fura. Hát fura ez a pálinka, igen, fura volt a tavalyi. És hát akkor derült ki, hogy igen, hát a házi pálinkában nem házi pálinka volt már, hanem víz, csak azon a bizonyos bulin elfogyott, és a srác ugye nyilván nem szólt senkinek. Úgyhogy alkoholt szintelen nyugodtan vissza lehet tölteni. Simán, persze. Mike írja csak, hogy lássátok, milyen emberek vannak. Soha nem dobtam még kukába reklámosságot. De már így közelik az SMS. Soha. Ahogy megyek a lifthez, picit körbenézek, és ha senki nem jön, azonnal bedobom máshoz. Tehát ez... tök alap. Teljesen alap. Gyarlók vagyunk, de hogy ezt ismerjük el, hogy ez tök alap a legtöbb embernél. Előfizetési újságot kiszedtek mások. Postaládából. Látod, hogy havonta jön az IPM-nek, és kikapod az IPM-et, hazaviszed, mert szereted? Arra gondolsz? Nem, az lopáshoz nem. Az nem szimpi. Hát utána fölviszed, elolvasod, visszateszed. Most kézzel már egy izét, hogy aha, nézzük csak, itt van egy Interpress, meg egy National Geographic, oké, hát jó, a Playboy-t is járatják. És ott felviszed magadhoz, kiolvasod, utána és pedig visszateszed. Nem, lemondod a saját előfizetésedet, az a legarcátlan, úgyis tudod, hogy elolvasod a szomszédet. Vagy nem, vagy következő év januárban a teljes évfolyamot szépen átkötve spárgával leteszed az ajtót. Boldog karácsonyt. Nekem volt egy ilyen ismerősöm, aki kiszedte, és azt mondta, hogy ha egyébként reklamálsz, felhívod őket telefonon, hogy nem kaptad meg, akkor ők utána újra kihozzák még. Ezt mindenki jól jár. Azt szerintem tahóság, tehát amire ő előfizetett, az már lopás. Tehát, hogy az nem. Reklámbújságot bedobni, az szerintem nem annyira gáz, de ami már az övé, és azt kifizette, azt elvenni, mert neked tetszik. És az egy kis villával kihalászod a postaládából, hát, vagy hogy? Ilyen csipesz mozdulatokkal így benyúlt, tehát ha látta, hogy kikunkorodik, meg látta, hogy vastag, meg fényes a papír, akkor azt kiszedte. De és több ciki volt, mert álltunk így a lépcsőházban mindig, és menjünk már, kérlek, ne csináld. Ez ki volt, szülő? Nem, egy régi barátom. És álltunk a lépcsőházban régi barátomnál. Nem én voltam, nem. Apa, tedd már le azt az Interpress magazint, a rohadt életben nagyon kellemetlen. Ne, ha vastag újságot látott, ő valami ellenállhatatlan késztetést érzett, hogy ezt kiszedje, megnézze, és hogyha neki tetszik, akkor ezt ő ezt lenyúlta. És mondom, mindig erre hivatkozott, hogy a következő hónapban visszarakta, és az újat kivette, hogy valami egy ilyen egyhavi fázis késéssel azért, de megkapja az, aki fizetett érte? Ez a tégy egy könyvet, végy egy könyvet rendszer meghonosítója. Nem tudom, soha nem dobott vissza semmit. De mondta, hogy szerint ebből soha nem lesz belőle probléma, mert hiszen a kiadó úgyis küld még egy kérdést. Meg is ideologizáltam. Ilyenkor gyártasz egy elméletet. Aha. Azért. Persze, persze. Ami látszólag logikus, de... Persze. Igen. Na jó, hát ezek az apró csalások, ezek jók egyébként, tehát ezzel nincsen baj. Leginkább egyébként tényleg férfiak csinálják. Tehát a nők kevésbé esznek ki dolgokat a hűtőből, vagy sumákolnak el ilyen dolgokat. Ez inkább egy ilyen pasis vonás, nem? Hát, ha így a gazdámra gondolok otthon, akkor azért... De jó duma! A kis gazdámra gondolok, igen. Gazdámra, ez jó. 9:30 múlt, pontosan 6 perccel jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. 3:40 lesz pontosan 3 perc múlva. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Köszönjük szépen, viszont kívánjuk az előbbi jó hír, amiben belefolytott a János a sort, vagy a szót. Na. A szúrós csodabogyó és a medvehagyma után 2015-ben az év vadvirága a fehér szegfű. Hoppacska! Ennyi! Rohadtul nem érdekel. Hát de miért? A madárért, mert a fostos bugyboka az kellett. Még egyszer fehér fehér szegfű, bocsánat. Fehér szegfű. A fehér szegfű, érted? Az év vadvirága 2015-ben a szúros csodabogyót és a medvehagymát megelőzte. Istenem, a madarat benyaltam, foglalkoztunk vele. A halma még átment, kicsit foglalkoztunk vele. Ha most az elkövetkező 3 napban itt tényleg mindenki coming out, hogy az év süteménye, az év csöcskéje.
az annak fogok örülni. Annak nagyon fogok örülni. Az év szöcskéje, az év süteménye, lesz. Az év gombája, lesz, az év lesz, rovara, lesz. Az év nem tudom, szitakötője, hagyjuk és már. Legyen. És kérlek szépen annyira. Zajlik a verseny a Nagy Szent János bogár, a Vándor poloska és a zöld lomszöcske között, hogy 2015-ben ki vigye el a pálmát? Rohadtul nem érdekel. Én a szöcskére szavazok. Zöld lomszöcske. Zöld lomszöcske. Vándor poloska vagy Nagy Szent János bogár. Mondjátok meg, mit ad ez hozzá? Mi én egyszerre gyűjtöm otthon a poloskákat például. Képzeljétek. Hát jó, de te gyűjtöd a lapos szetűt is, meg gyűjtöd a izőt is. Jó. És gyűjtöd a poroskákat is. Jó, de azt meg... De azt megkérte a kezelolvason gyógyszer, hiszen gyűjtsem őket össze egy üvegbe, mert ki, már nem bírnak velük, nem tudják tenyészteni hogy fogják. Ki tudják vizsgálni őket, hogy mi ez a szörnyű kóra, ami megtámadott. Figyeljetek. Én ennek örülök. Én nem. Az se baj. Viszont a kecsegék most akkora nyilvánosságot kaptak azzal, viszont. Hogy ők lettek az év halai. De mit ad hozzá a kecsegéhez, aki azt, ott úszkál? Mit? Tudod majd. Tudod. Most de majd mit tudsz? Tudni fogsz majd róla valamit? 10 ember hall a kecsegéről, abból 5 ember, aki hallott újra, abból még mínusz 3, akinek fennmarad a keze, ha meg kell mondani, hogy tudod-e, hogy néz ki, és az a 2, akinek még fenn van a keze, abból az egyik rákeres az interneten. Tehát, hogy mit nyerünk ezzel, hogy mi az év rovara? De most komolyan mondd meg nekem. Ha engem nem érdekel a tenisz. Ez igaz. Akkor ki a püdös francot foglalkoztat az, hogy a Raonicot hány szedben verte meg a Murray? Látod, nem is beszéltem még ma teniszről. Erőt eszembe, Brisbane-ben és Dohában. 250-es ATP zajlik. Én értem, de hát azért ez mégiscsak milliók nézik. Azért milliók nem néznek egy zöld poloskát, érted? Tehát, hogy azért tehát nem ugyanaz mert a súlyozás. Nem tudták, hogy mit nézzenek. Nem tudták, hogy mi az. Érted? És holnap mi lesz az év gombája? Figyelj! Jöjjek be és könnyes szemmel gondoljak majd a gyilkos galócára. Hogy kiskorodban, hát amikor egy mennyire fűszállal nem érdekel ez engem. Egy fűszállal a szádban, hason fekve kint a téren nézegeted azokat a kispiros rovarokat, a fekete pöttyökkel a hátukon, ahogy üzekednek éjjel-nappal, és te is valami hasonlóról álmodoztál, akkor még nem tudtad, hogy hívják őket. És utána néztél, és akkor kiderült, hogy ezek a bodobácsok. De nem tudtad volna, hogy nem keltették volna fel az érdeklődésedet, mert nem érdekelt volna egyszerűen. Na most én meglátok majd egy rovart, például egy milyen szöcskét, egy zöld lomb. Zöld lombszöcskét. Egy zöld lombszöcskét, ugye? Most már tudni fogom. Tudod, miért ne kell egyedül? Is. Hogy ötötször én leszek az év műsorvezetője, ennyi. Vagy meg kell állnom 4-nél. Engem csak az érdekel. De akarod, nem érdekelnek vágyod, a bodobácsok. Nem vagyunk jobb az újsággal, úgyhogy szerintem nem leszek. De hogy... És akkor holnap mi van? Gombák? Holnap után spórák? Hát. Júj, de szép. Egyébként tényleg. Az év egyébként ez tényleg. Figyelj, hogyha minden állat megkaptanára a nyilvánosságot, akkor, vagy valamilyen szinten minden egyes szegmens a biológiának, akkor szerintem akkor onnantól kezdve leállhatunk. De addig, amíg egy pici nyilvánosságot lehet, mert téged megértelek, érted? 5-6 díj, mondjuk 10 már ne legyen, mert akkor körbeér a medence körül, és már nem tudsz seggeseket ugrani nincs a széléről. Nincs medencét a szemét. Nincs medencé, mert most meg van fagyva a föld, és nem tudok ásod. De tényleg nincs a robbantatáshoz pedig nem járult hozzá az önkormányzat. Az önkormányzat azt mondta, hogy takarodja ki az épületbe, mert robbant, de nem lehet. Ne, elmondom, mi van. Az van, hogy... Hogy rög az Anna? Hogy ha megválasztanák minden évbe, hogy ki az év képviselője annak, amit csinál, az sokkal jobban érdekelne. Tehát azt mondanák, hogy az év védőnője, az év ápolónője, az év nem tudom, gyors szóvivője, de biztos, hogy nem ilyen. Az év szóvivője. Az év szóvivője az van. Miért? Az szóvivő verseny az van. Igen? Aha. Nem, szóvivő verseny. A Györfi hányszoros? Ő négyszeres csacsacsa bajnok, háromszoros pecsanga bajnok, és négyszeres szóvű bajnok. Érted? Tehát arra gondolok, hogy mit tudom én, tényleg lenne az év asztalos, az év ácsa, az év, és akkor megismernéd ezt a foglalkozást, kedved lenne, minden szereplő elmondaná, hogy az miért, jó, mit csinál. Akkor van értelmed, az év bodobácsa, tehát komolyan. Ne, bánts már őket, egyébként is nem bodobács lett, hanem poloska. De mindenkinek, tehát lehet, tehát hogyha ha mindenkinek meg kell adni az esélyt, mert ha van év ácsa, akkor legyen év nemecsekje is, vagy év pásztorja is. Én csak az év bokáját tudom. Az év bokája. Na, viszont ha már említettétek ezeket a rohadt bogarakat, tudok egy jó programot. Bogárűző? Májusban. Amitről meséltem, de úgyis elfelejtettétek. Szent János bogár? Így van. Ja, ahol aha, menjünk ja, el, tudom, ahol kitiltottak benneteket. Na hát, egy-kettő. Kárát látta annak, hogy Benny elment. Menjünk el közösen,
Igen. A nagy éves Szent János bokárlesre. Gyönyörű jó gondolat. Jó? Aha. Van kedvetek? Van, persze. Leszervezem, mondom, hol legyetek, mikor legyetek. Minden évben az Alcsúti Arborétumban van Szent János bogár nézés, ami arról szól, hogy vezetett túránál, vagy vezetett túrával te este 10-kor bemész az Arborétumba, és láthatod ezeket a kis apró kis világító kis madarakat. Madarakat. Vagy mi ez? Aha, rovarok. Az apró világító kis emlősöket, ahogy ott ugrálnak, párzanak, és lefialnak tojásokkal, tudod, a teljes képzelet. Láthatod ezeket a kis bogarakat, ahogy világítva repülnek. Na, és az egy nagy élmény. Menjünk el erre. Szerintem ez nem rossz. Mert a kecsegeles az nem élmény. Csak a Szent János bogár, mi? Azt hát, szeretjük. Ez egy tök jó dolog. Gyerekek imádják, ott hörpölünk valamit. Hát, de ugyanígy elmehetünk jó a felvetéssel a Feri részéről is. Nekem ugye megvan az alapfokunk már 2 éve. Ti meg ugye gyakorló búvárok vagytok, elmegyünk kecsegelesre. Tudod, hogy lehet? Mit? Tiszai Ökocentrumban van egy marha nagy akvárium, ugyanolyan, mint ahol cápásat merültünk, oda elmehetnénk hárman, és kecsegék között merülnék. Gyertek velem kecsegelesre, gyerekek! De minden... Tessék, gyertek velem kecsegelesre! De nekem reggel minden két, itt ül két kecsege reggel. Figyelj, menjünk már el együtt! És hova? Én nem megyek alatt. Ott vagyunk együtt, és ne kecsegezz! Ne kecsegezz velem, te ember! Az évhala mondjuk balról jobbra, vagy jobbról bal elúszik, és akkor így megbökögjük egymást, és akkor... Egyébként jó. Szeretem a januárban megbeszélt programokat, amiből aztán pont december 22-én jövünk rá, hogy sehol nem voltunk együtt, se külön, se semmi. Tehát 6-8 dolgot indítunk el így januárban. Soha nem megyünk sehova. Mindegy, én figyelmetekbe ajánlottam a Szent János bogár nézést, de akkor te nézd meg a gombáidat. Hát úgy értem, hogy sajnos hetente kell nézni. Minden zuhajzásnál látod. Sajnos a Kamilás időpor már nem használ. Igen, az év gombája a Valdó János nagy lábúj körme. Most legutóbb, amikor voltam, tüzes vassal akarták kiégetni a lábújaim közé. Jó, mindegy, akkor menjetek kecsegét nézni, meg melyik Szent János bogarat nézni. Akkor ebből se lesz semmi együtt. Na jó, hát szép. Mutatjuk a nap legjobb pillanatait, fölhívtuk Gangsta Zolit, mert hogy 49 éves lett, és a mi stílusunkban egy kicsit felköszöntöttük. Zoli helyes volt, mesélt egy csomó mindent magáról, úgyhogy ezt is megmutatjuk, valamint önjelölt őrülteket kerestünk családon belül, ugyanis egy Angliában élő nő megmutatta a lányának, hogy hogy tud lenyelni egy hátvakarót. Tényleg senki ne próbálja ki ezt otthon. És arra kértük hallgatóinkat, hogy írjanak nekünk SMS-eket saját családtagjaikról, akik születésnapokon, névnapokon, családi rendezvényeken, karácsonykor kissé megvilágosodva mondjuk egy-egy alkoholos ital után valamilyen önjelölt produkcióba kezdenek, kézen állnak, expandert húznak, szavalnak, hárfáznak, vagy buklenceznek a parkettán. Hát szenzációs SMS-eket kaptunk, úgyhogy ezeket most újra megmutatjuk. Morning Show. A Klassz FM-en. 2 perc múlva pontosan 10 óra. Csabi, hello, jó reggel. Jó reggel, szevasztok. Zseniális történetek voltak. Figyelj, a nagypapa a koporsóval, hát legalább annyira vicces, amennyire morbid. 82 évesen fölhozza a koporsot, tessék rádobni a virágot, családot ebédelő, meg bent fekszik, hogy gyakoroljon. Nem kevésbé morbid, hát hogyha igaz a történet, ugye a palacsintázós menőzés, amiben valaki hát, belepusztult állítólag, szörnyű, hogy egy egészbe akar megenni egy palacsintát, hát azért szegény, az is képzik, nem magunk elé a szituáció. Csabi, nálatok te mit szoktál csinálni? Az a baj, igen, hogy nem tudok mesélni, hanem a családtagjaim tudnának valószínűleg mesélni. De te is vagy, van egy pillanat, amikor így megvilágosodsz két feles után, és elkezdesz valamit? Tehát van műsorszámod? Biztos vagy benne, de én ezt most nem fogom tudni elővezetni, aha, hiszen én ezekre nem szoktam igen emlékezni. Ja, hogy én szerintem ez vicces, tehát érted. Igen, hát aki csinálja, azt gondolja, hogy az milyen jó. Tehát, igen, a nagyapám volt egyébként ilyen, ő egy nagyon művelt ember volt, és mindig verseket mondott, de volt egyetlen egy poén, amit minden egyes alkalommal családi összejövetel, karácsony ebéd, mindig elmondott, akkor is, ha köd volt kin, akkor is, ha nem, hogy hú, de nagy fene köd van. Jaj, oh, hogy én ezt hogy utálom. Igen, igen, és ezt ő mindig rendszeresen elmondta, és mindig hozzátett egy ilyen történetet, hogy utazott a vonaton, és szembeült vele egy nő, és akkor ezt mond, kinézett az ablakon, és hú, de nagy fene köd van, és kapott egy baromi nagy pofont. És nyilvánvalóan nem volt igaz, persze, egyébként. De mindig kiszínezte, de a poén az mindig ült. És hát, amit Feri írt, hogy van egy nagybátyja, aki Bruce-nak képzeli magát, és kihív mindenkit maga ellen. Mindenkit magára hív. Mindenkit magára hív, hogy ne gyertek. Gyertek, adjatok. Szenzációs. Na jó, hívjuk a naphallgatóját gyorsan. És igen, hívjuk. Meg egyébként az is, aki összeverekszik a saját rokonságával, csak azért, hogy bebizonyítsa, hogy ő a tökösebb. Nagyon jó SMS-ek jöttek egyébként. Ez nem jó. Foglalt. Hívod még egyszer, Anna, ha foglalt, akkor elengedjük. Még Anna, itt van 2 SMS, akik nem kapták meg az ajándékot, megnézed majd őket? Igen. Hogy tőlünk ment-e, vagy hogy mi a helyzi, piros hoztam.
Ezt tovább jó, is fogsz. Jól van, akkor ma nincs naphallgatója. Csabikám, remek zenék? A scriptet hozom nektek, egyébként az jutott rólatok eszembe, hogy meséltétek, hogy ki hogyan eszi meg a másiknak az apkásáját és stb. Hogy ti vettek az új Szabó család. Egy picit igen. Ah, ugye? Ez az egész műsor egy nagy Szabó család. Várom a további igen. történeteket. És hozom nektek az a script klasslágerét, No Good in Goodbye, a negyedik lemezükről, a No Sound with Silence-ről. A script az egy nagyon jó zenekar, ezt ajánlom nektek, nem csak ezt a dalt, hanem az egész munkásságot. Én hiszek neked, és már egy picit csalódott is vagyok, sőt, elnézést kérek, amiért az első három albumuk kimaradt. De most bepótoljuk. Be tudod pótolni. Hazafelé megveszem. Csabikám, jó munkát, neked 555-55-00. Ez a telefonszám, itt tudtok Csabitól dalt kérni, ha szeretnétek, mi pedig jövünk holnap 6 órakor. Szép napot, szevasztok! Csecsege! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt mára a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.